papaya. Kata, tangkap dawa sama motor. Gila po, gila po. Oh, atu payo. Kata, tangkap dawa sama motor. Gila po, lipa. Oh, atu payo. Kata, tangkap dawa sama motor. Oh, atu payo. Kata, tangkap dawa sama motor. 6 óra után 7 perce, hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggel. Hello, úristen, már támadnak. Ja, hogy várj, elindult egy zene közben. Nincs ez a be egyébként. Hát, jó az alatt. Tessék? Jó, ez egy kis csönnyú menne, nincs egyébként, vagy ezt lehúztuk. Hello, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, csáva. Sziasztok. Hello. Mi újság van? Hát, srácok, mínusz 8 fok. Mínusz 8, én mínusz 7-et mértem, onnan jöttem, és mínusz 3-at a városban, és rettenetesen csúsznak az utak. De ötször, valami ötször brutálisan. Frissítettem a telót, hogy megnézem, hogy tényleg igaz-e, amit ír rajta, és nem pedig lefagyott. Mínusz 8 fok. Hát igen, csak a szóval a dértelmében. Igen, ez most már nem az a csípős. Nem. Szóval ez mondhatni nem az, ami igen. Eddig volt. Ez most már a valódi hideg, amiből én mondjuk tényleg semmit nem éreztem, csak az utakat láttam, mert garázsban tudtam kiállni, hál' Isten, és garázsba álltam be, de láttam, hogy Mordor. Mordori. Mordori a sötét, és Mordori a hideg, úgyhogy nagyon jól öltöztem. Előbb is értem be, mert hogy mindenhova szaladtam. Tehát, hogy jött a busz, rohantam, egy elérjem a következő metrót, megint rohantam, és hogy elérjem a következő buszt, oda is rohantam. Hogy nehogy véletlenül 10 percet kell áldogálnom a megállóban. Nem vicces, tavaszon, nyáron jó, nem. Az nézelődsz kell, a nap, a madarak már csivitelnek, tehát nyáron még oké, de most mínusz 8-ban kint állni. Elmúlt egy tiszta, jaj, de jó itt a tél hangulatom. Van most, nálunk már kezd befagyni a tó, a velencei kis térség már készül. Tényleg? Aha. Korizás? Hát nagyon várjuk, az van koripályánk, azt csak mondom mindenkinek Velencén, tök jó, az tavaly is megvolt, de az igazi Balaton azért... Balaton is van. Tényleg? Uh-huh. Akkor a balatoniaknak pont mondjuk a Balaton lelle. Nagyon jó, de az igazi azért az, amikor a tavon tudsz egyet csiklani, most még nem menjen rá senki. Nem szabad. A kacsákat elbírja, de bennünket még nem. Még mindig van egy-két eszhetlen, aki azt gondolja, hogy elbírja, ez volt, már emlékszem rá, tavaly ilyenkor is, amikor már ekkora volt a jég, meg ilyen, a már felmentünk rá, semmi baj nem lett. Igen, mínusz 80 ért, ez akkor már nem fog beszakadni. Ne, srácok, beszakad a hammer. Igen, az amíg ne nagyon. Hummer, amíg ne nagyon. Jó. És ha a hummeres társunk beesik, akkor mi ne menjünk utána. Semmiképpen ne menjünk utána. Jó, de a jóban, rosszban hummeres. Igen. Hát figyelj, ha már autó, meg a velencei tó, én nem tudom, mi történik. Két olyan esetet láttam a hétvégén, egyet, meg tegnap egy másikat. Voltam kocogni a tó mellett. Valaki azt gondolja, hogy festőműhely a velencei tó. Azt képzeljétek el, hogy állt a csávó a tóparton egy autóval, kimaszkolva az autó, tehát mint a rendes műhelyben papírral körbe rakva, a szélvédő, az eleje az autónak és a két oldala, mert ő motorháztetőt festett a tóparton. De hogy is, csak Jason Bourne autót váltott. Esküszöm, figyelj, és locsoltam. De milyen kocsi volt, vagy mi volt? Egy tegnap egy piros színű valami kis autó, nem emlékszem, annyira fölhúztam magam. Lőcsolta ki a izét, van ilyen zsírtalanító folyadék, tudját, a festés előtt, hogy megtapadjon rajta a Neolux, mert az volt nála szerintem, már nyilván nem így hívják. Ezt öntötte ki a tóparton egy rongyra, és mondom, hogy a testvérem, hogy nem tudom, tudod-e, hogy vannak a festőüzemek, ott nagyon komoly elszívó berendezés van, meg ilyen csatorna, ami ezeket elvezeti. Hogy szerinted az így viccből van? Miért nem otthon csinálod az udvaron? Nincs udvarunk! Mondom! Óriási. Akkor tudod, mit csináld az utcán magatok előtt? A közterület mindenki. És egyébként ebben igaza van, igen. És utána rendesen takarította, hogy hívják ott a motorháztetőt, zsírtalanította. Mondta, hogy húzz anyádba rákocs, és felcsorozta a szlovák rendszámot. Egyébként ezt már nem vártam. Igen, de oda mentél szólni, oda mentél önként. Igen, a másiknak a vasárnapinak megmondtam, hogy legalább ugye összeszeded. Mit gondolsz, milyen vagyok? Hát mondom, figyelj, aki itt locsolja szét a káros anyagot, azt szerintem itt is tudja hagyni a dolgot. Még nem vertek meg, de nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb. Igen, ez lesz, annak köszönhetem ezt a 2 méteremnek és a 110 kilomnak, valószínűleg, hogy nem szoktak belém kötni, de hogy ezt miért kell csinálni? Hát nem baj, legalább az iramváltós futást is gyakorolod. Hogyan lehet egy kicsit gyorsabban? Jó, megkergettek majd, igen. Akkor tudsz rohanni. Hogy miért? Fesse le otthon, de tényleg, hogy én megértem, hogy nincs rá pénzem, mert mondjuk egy elem lefestés az 20-25 ezer forint a festőműhelyben, de és ez kijön 10-ből, vagy lehet, hogy szeret kézműveskedni. Én még ezt is megértem, mert egyébként kőprofi. A füvön állt, a füvön vagy az hol? Egyik a betonon, a másik a füvön. De a tópart, tehát onnan azért szépen belemegy a tóba, ahol kidöglik a hal, meg megdöglik a kacsa, meg én is megdöglöm nyáron, amikor belemegyek. Nyilván nem ennyitől, attól a fél liter akármitől, csak ha mindenki így gondolkozik, a fél literek azok össze fognak adódni, érted? Meg olyan a szürreális kép, hogy áll egy csávó Neoluxal a kezében, és fújja, nagyon fújja. Fújja a dolgot.
hanem az esti velencét ott. Olyan nyugodt és csendes itt minden. Hát, olyan jó. Szóval miért kell ezt csinálni? Hát, nem, majd most biztos hatott neki, hogy... Á, semmit. Hogy megnevelted. Nem? Nem hagytam abban? Mm. Én azt gondolom, hogy jó ez, hogy szólunk, magunk miatt is jó, de hogy szerintem ez biztos, hogy nem fog befolyásolni senki. Tehát ő holnap is ki fog menni. Nem? Amíg van Neolux. Amíg van, és van az autón festeni való rész. Nem, mindig rácsodálkozol egyébként, hogy ugyanúgy két lábon jár, ugyanúgy két keze van, mint neked, két szeme, orra, szája, fülei, és valahogy másképp gondolkodik a világról, mint ahogy te. Tegnap mentünk Annával, itt a Ferenciek terén mentünk le az aluljáróba, jött el mellettünk három-négy ilyen fiatalember, kifejezetten jól voltak felöltözve, tehát hogy tényleg jól néztek ki, nem lehet rájuk azt mondani, hogy hajléktalan kategóriába tartoztak, az egyik megállt, picit balra hajolt és csulázott egyet. De úgyhogy majdnem leköpte a cipőmet. Annával így néztünk, és így utána fordultam, és nem is az van, hogy be akar szólni, hanem így teljesen önként elő odafordultam, és mondom, bravo. Hát így, tudod, de így nem hiszed el. Hát valószínűleg ez számára természetes. Kínában megőrülném. Kínában mindenki köpköd. Ugye ott azt tanítják gyerekkortól kezdve, hogy ne nyeld le. Uh-huh. Mert hogy nem jó. És náluk teljesen bevett szokás a köpködés. Na de nálunk meg nem. De hogy annyira durván, hogy mész és simán leköpnek, meg rád köpnek, mert ott mennek ott Peking utcán, és mindenki köpköd. Hallod, hogy felszíve, és köpi. És ez egy bevett szokás. Ezek ilyen európai típusok voltak, nem láttam, hogy mennyire vágott. Nem láttad, nem láttad esetleg, hogy Sánkhájba jöttek, vagy pekingiek voltak, furán beszéltek a mandarint, és nagyon köpködtek. De mondjuk az nekem is fura volt. Igen, hát itt kevésbé van létjogosultsága. Néha jó nem lenyelni egyébként. Szóval... Na mindig. Bele akarsz ebben menni 6-10-kor? Nem, csak úgy néha én is szoktam kicsit csalni, de nem látványosan is. Leajánlom mindenkinek a papír zsebkendő nevű találmányt, mert viszonylag régi és elterjedt. Hát csak tudod, az macera. Előveszed bele, mit csinálsz vele, hát akkor vagy lenyeled, vagy kitolod. Ez a két választás van egyébként. Én sosem csinálom ott a gyerek. Tehát ez nyugtasson meg benneteket. Na, így bejebb vagyunk. De ha más gyereke van ott, az nem zavar, ugye? Mondom, ne mondd el apádnak. Na jó, hát most ez végig lakos. Hol volt metró? A Ferenciek terén. Mentünk lefelé éppen a metróhoz Annával. Ugyanakkor lehet, hogy csak az irítség beszélt belőlük, már így ilyen formában beszélt belőlük. Látták, hogy már foglalt a bombanő, akivel vagyok, és hát a megvetésüket így férték ki irányomba, hogy akkor rohagy meg. Igen, biztos a pénzed miatt mentek egyet metrózni a lóvéd miatt, mi? Én lehet, hogy állni fogok. Én nem bírok ezen a széken ülni. Tehát én eddig bírtam. Tessék? Lecseréljük majd ezt is. Ezt nem bírtam tovább. Tehát ez három napig tudtam ezeken a székeken ülni. Most már inkább állok, mert tönkrement a gerincem. A medence csontom itt ki van egy picit így sebesedve. Kellenek új székek. De nem baj, ez ébren tart. A fájdalom ébren tart. Igen. A régi munkahelyünkön a hideg vagy a meleg, itt a fájdalom az, ami ébren tart. Na jól van, drága hallgatók, nektek hány órától jönnek az SMS-ek? Én a 6 óráikat látom, 6 óra előtti SMS-ek nem jutnak be. Most az van, hogy a tegnapiak azok ki lettek törölve, gyakorlatilag ezek az elsők. Uh-huh. Én intéztem, mert én értem belőle. Én itt elkezdtem törölni. Én arra jöttem, hogy Feri nagyon törölt. Olyan az ujjam már. Nem úgy van, hogyha egy helyen törölsz, akkor mindenhol törlődik? Elviekben igen, gyakorlatban meg nem tudjuk. De majd jön a fejlesztő, és akkor megbeszéljük vele. Majd jön a kulcsos ember? A fejlesztő? Aminden tudom? Így van. Jó, na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, akik már így kora reggel velünk vannak, csak hogy a megszokásokra visszálljunk. Azt mondja Morgan, hát Feri, az embereket nem érdekli, hogy mit ártanak. Tesomék lányfalon fuldokolnak a kedves szomszéd füstjétől, mindent berak a kazába, műanyag, lakkozott fa, stb. Semmit nem tudnak tenni. Ubi küldte nekünk. Aztán fekete férigen ember, sokan jelentkeztek. Bicóval is jó idő van, napi 8 km. Ez gé küldte nekünk. Kemény. Reggel valaki ott a török bálinti emelkedőn bringával tekert. Mondom, sose fogsz odaérni. Megfagysz és eldőlsz. De előtt is le a kalappal, azért az. Igen. Nem megy a YouTube stream, nem lehet hallgatni benneteket. Dolgozunk rajta, megnézzük, hogy mi nem megy, jó? Igen? Megnézzük. Azt mondja, hogy már több ezer üzenetet küldtem, úgyhogy legyen már mit csinál Szatyi játék. A lényeg, hogy ki kell találni, hogy épp mit csinálok. Az összes ajándékcsomag megmaradna. Szatyi kell. Köszönöm. Értjük, Szatyi, hogy létrehoztad most egy mellékcsatornát itt párhuzamosan a reggeli show-val, amin keresztül maximális népszerűségre törekszel, de hogy vannak még másik hallgatók. Igen. Na, ezek voltak az SMS-ek, mi pedig akkor mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Hármasugrás szeretünk volna játszani, és akkor a mi örök barátunk, Pákó megjelent a telefonban. Hogy honnan tudta a számot, és hogy csörgött be, nem tudjuk, de igazából higgyétek el, hogyha az ember vele tud egy kicsit beszélni, nem sokszor, mert sokszor megállt azért nekünk, de néha beszélsz vele, jobb kedved lesz. Pákó jelen az óvodában kakukktojás volt, tehát hogy ő gyakorlatilag megfejthetett. Igen. A hármasugrás hallgatója helyett pedig Pákó került adásba, tehát ahogy mondtam, elkezdtünk vele beszélgetni, és belementünk egy ilyen Pákó örvénybe.
de amiből aztán nehezen tudtunk kijönni, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan, 5 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Janni, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk hűvös reggel, úgyhogy készüljön mindenki arra, hogy jól fölöltözhet majd, vagy öltözön föl jól, mert hogy baromi hideg van. Most már csak egy kis hóesés hiányzik tényleg, és akkor azt éreznénk, hogy végre igazi tél lesz, és igazi karácsony. Volt egyébként tegnap az ország bizonyos pontjain ipari hó, képzeljétek el. Az mi az az ipari hó? Hát az ipari hó a mindenféle ilyen ipari létesítmények környékén esik, a kiáramló mindenféle páráknak köszönhetően, amik találkoznak ugye a hideg levegővel, és abban a pillanatban csapadékformájában vissza is jönnek. És akkor mondjuk, ha nem tudom, piros festéket gyártanak, akkor ott már a piros hó esik, vagy fehér? Ez majd a piros hó esik. Nem tudom. Hát, van a közelben egy hőerőmű, akkor örülhettek meg, vagy hamarabb szánkozhatnak, mint máshol. Igaz, hogy alumíniummal fertőzött ez a hó, de nem vagy alumínium hó. Nagyon jó lesz. Na, azt mondja, gyorsan egy-két SMS, jó lenne játszani a mostani játékban, ha már egyszer itthon kellett maradnom, üdv Vas megye. Csak üdv Vas megye, itt nekünk Vas megye. Egész Vas megye, itt Vas megye, igen. Elesz Pisti is írt, srácok, szívesen játszanék. Ó, de jó a régi neveket látni. Azt mondja, hogy mostantól minden nap ez előző napból összefoglalom, mert inkább hallgatnám, ahogy szívjátok egymás férjét. Sanyi kérdezi. Lesz, gyerekek, lesz, hiszen nincsen negyedórás hírek, úgyhogy bőven van időnk beszélni, bőven van időnk ismételni, sokkal többet leszünk egyébként élőadásra 6-tól 7-ig, mint a Klasszon, mert hogy nincs ugye Ákossal a negyedórás kötelező hírblokk, úgyhogy belefér, illetve nem tudunk 3-4-6-kor ismételni, mert ott még előző műsor van. Tehát ott még valamilyen éjszakás srác dolgozik. Ezt egyébként személy szerint Ákos miatt is nagyon sajnáljuk, mert ő nagyon hiányzik. Egnap találkoztam vele. Neki is hiányzunk mi. Igen, vele álmodtam. Jó, és jó volt? Ja, hát igen, mondta, hogy ha jöjjök le a kukuszilatú szappani. Igen? És egy kis szűk zárkában voltatok. De tényleg Ákos hiányzik. Hát ugye azért nagyon jó srác volt mindenféle tekintetben. Igen. Pákor reggel üt, mint az ipari áram. Hát. Tegnap azt mondja, hogy letöltöttem az alkalmazást, mobilra szuperül működik. Igen, egyébként abszolút. Tökéletesen működik a dolog. Kelenföldön alig van, vagy nincs vétel, nézzetek utána, kérek, nem mondjátok, hogy hallgassam online, mert az androidos fosomon nem tudom megoldani. Köszi, Geri. De jó, hogy őszinte vagy. De miért nem tudod az androidoson megoldani, Geri? Miért nem lehet megoldani? Van appod? Az androidra ugyanúgy letölthető. Minden további nélkül, persze. Geri, nem akarunk nagyon itt most szekálni, de próbáld meg. Hát az applikációt le lehet tölteni. És akkor sima rádió egy applikáció, és akkor a streamen tudod hallgatni. Illetve pontosabban hát azon keresztül, ami bírja 3G-t, a 4G-t, vagy nem tudom mit. Gyorsan szívja egyébként? A 2G. Aha, hát igen. Szívja? Hát szívja? Tudod, hogy folyamatos adatcsere. Tehát, hogy nem az van, mint mondjuk weblapnál, hogy ott ugye letöltődik egy kezdőlap, azt te addig megnézed, addig ő nem tölt. Csak amikor az újat behozod. Ott itt ugye folyamatos töltés van, úgyhogy ez eléggé zabálja az aksit is. Az igazi reggeli show rajongók, hallgatók, azok reggel megosztják a buszon egymással a 4G-t. Igen. Csinálsz wifi, csinálsz, megmondod, valakinek 4G, valakinek sokan, akinek sok van, és akkor azt a többiek csinálnak belőle wifi. Vagy viszel kis hanghalat, amivel így átlövöd a telefon jelét, és akkor ott szóval. De az is jó, tényleg reggel felszállsz fél hétkor a buszra, és elkiáltod magadat, hogy 4G! 4G! Ingyen wifi-t csinálok. Na jól van, oké, hogy állunk játékkal? Anna megírta, de nem néztem még. Egy-egy rálunk jelen pillanatban? Igen. Az jó. Ki játszott tegnap? Tegnap én nyertem, tegnap előtt te egy első napos játék, és ott nagyon rendesen átengedted a győzelmet a hallgatónak. Jó voltál. Akkor ma, ha nyerünk, akkor még mindig semmi nem dől. Mert akkor még csak kettőt kell nyerni. De ha kikapunk, akkor sincsen nagy baj. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. Négy tiltott szó. Igen. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. De mi, bocsánat, én hallgatom én ezt az új effektet, és én ilyen ítéletnapja, Terminátor 2, komolyan mondom. Ez ha valakinek kérdezed, erre kapcsol be a rádiója reggel. Ezt hallod meg előző. Gyerekek, itt nagy tűzi játék van, de szeretem egyébként. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, fiúk! Hello, hogy hívnak? Szia! Szandi vagyok. Szandi, honnan hívtál minket, Szandi? Szolnokról. Honnan? Szolnok. Szolnok, szólunk Szolnokon? Nem, online hallgatlak. Na, applikáció vagy YouTube?
Hát egyelőre csak online rádió, így a netes verzióban, de hát én is letöltöttem az applikációt, egyelőre nem túl jó, de nagyon várjuk ide is a frekvenciát. Mikor törtötted? De fura ez nekünk azért egy országos kereskedelmi után, hogy honnan jöttél, Szolnok, ott szólunk? Nem. Ezt nekünk meg kell szokni. De nem baj, újra kicsiből nagyot építünk. Nekem ez tetszik egyébként, ez kinyívás. Jó, ebben most van megint meló, hogy egykor nagyok voltunk, most nagyon picik vagyunk, mintha előről kezdenénk az egész rádiózásos történetünket, és most újra piciből majd egyszer nagyot építünk. Na meg itt legalább napra változnak a dolgok, nem hónapról hónapra. Igen. iOS vagy Android vagy mit van? Androidon van. Nem szól neki. Androidon van. Ja, mert azon is kell, hogy működjön egyébként az applikáció. Még az lehet, hogy frissítened kéne a rendszerét. Azt írják néhányan, hogy az app már jól működik, de ha valakinek még régi rendszere van. Igen, hogy mert megújult. Milyen rendszer, mondjad? Na. Fingom nincs, mit akarsz mondani. Aha, mi? Önkényuralmi? Igen. A önkényuralmi rendszer van a telefonján. Akkor annyit mondani. Az még nem engedi az appot. Hogy az még nem engedi. Igen. Aha, na jó van. Oké, gyerekek, hát szórjuk az infókat, úgyhogy figyeljetek. Régi verziós, tessék újítani. Jó? Kivel játszanám? Én Janival szeretnék játszani. Janival? Oké, Jani még nem játszott a héten. Megőriztük régi jó szokásunkat, megyünk körben. Jansó, mit csinálsz? Az órát elindítom. De tudod, ez egy perces a találzenénk. Ja, de neked ez egy hagyomány. Szokásaim rajta. Jó, oké, na indulunk, akkor mehetünk? Persze, igen. 3-2-1-esek. Szeretnél velem játszani, Szandi? Nagyon szeretnék veled játszani. Én is szeretnék veled. Nagyon jó. Kérdezel tőlem, Szandi? Kérdezek tőled, Jani. Ennem kell valami sósat, olyan édes a hangod. Ó, jaj. Hát van itt éppen egy... Szingli vagy? Előttem... Nem. Ó, jaj! Jézusom, nem volt császár vagy! Nem örülök, nem vagy szingli. Magához édesgeti, cicázik vele és beadja. Aj, de gyönyörű vagy. Ráment erre, hogy cingli vagy, nem vagy cingli, és itt megvoltál. Pont mondani akartam, hogy nem gond, és én is kimondtam gond. Itt megvoltál, Szandi. Cingli vagy egyébként, tényleg? Nem, van párom. Van párod? Ja, gyermeki a hangod még, remélem, hogy ez nem azt mondja. És mennyiség vagy minőség? Nem válaszolni. Mondd meg, mióta vagytok együtt, és megfejtjük egyébként. Mióta vagytok együtt? Lassan egy éve. Egy éve? Az még mennyiségi kérdés. Négy-öt, hatodik évnél állnak át az emberek a minőségre. Hát, ha minőség marad, ugye. Jól van, figyelj ide, hát jól nem kapsz semmit. Nem örülök. Úgy felvezettem, de hát azt tudom mondani, hogy az ajándékod egy nagy büdös semmi. És még az appot se jó. Hát gondolj arra, hogy az appot se működik, ráadásul arrafelé analóg sincs. Úgyhogy ez nem a te reggeled, Szandikám. De majd egyszer lesz. Terjeszkedünk, dolgozunk rajta. Nagyon, jó? Nagyon. Jó? Rendben. Látták. Mondjon? Örülök, hogy beszélhettünk veletek, vagy ezt beszélhettem veletek, mert nagyon régóta szeretnék már bekerülni. Hát mi is örültünk. Régi hallgatónk vagy egyébként? Igen, nagyon régen. Régen, tehát már a klasszor is hallgattál bennünket. Igen, jól van. Oké, puszilunk akkor. Köszönöm én is titeket. Ciao, hello. Hello. Na, kérdezitek itt közben folyamatosan, hogy Békés Csabán mikor, Pécsen mikor, Debrecenben mikor. Lesz. Gyerekek, lesz. Pont tegnap látták megint Endi Vajnát egy nagy Mikulás zacskóval kijönni az NMH-ból. Szerintem frekvencia. Szerintem frekvencia volt benne. Egy hatalmas puttonnyal jött ki a hátán az NMH-ból. Szerintem Freki volt benne. Szerintem Békés Csaba és Debrecen benne volt. Bízunk benne. Úgyhogy lesz, higgyetek el, tényleg dolgoznak rajta sokan, hogy terjeszkedjünk a rádió cél, és a mi célunk az, hogy ne csak egy ilyen kisebb rádió legyünk, hanem természetesen nagy rádió és a műsor eljusson mindenhova. Úgyhogy céljaink szerint Debrecenben is leszünk. Kitartás, hát most meg tudjátok mutatni, hogy mennyire vagytok lojálisak hozzánk. És mennyire fontos nektek a műsor, jöttök utánunk kis kalózrádióval, antennával a kocsira, mint régen azok a nagy taxi antennák, appal, live-val, mindennel együtt. Igen, ahogy csak akik most ezt hallják, már itt vannak. Ja, ez is igaz. Tehát most akkor bőjt meg a szomszédodat, a metró, meg a villamos. Adjatok át neki. A Balázsék azt üzenik neked, mostan ti kitalálsz. Hogy gyere velünk. Gyerekek, még egy csomó nem tudják egyébként, hogy itt vagyunk. Hát a Ferinek volt egy ilyen. Ma reggel is, meg egyébként tegnap körülbelül 8-an. Én ugye ma reggel olyan 17:30-kor megálltam a benzinkúton, és egy ilyen furgonos fiú odajött hozzám, hogy mi van veletek, miért nem kezdtek már. Mondom, szerinted mit keresek itt 17:30-kor? Valószínűleg aludnék. Nem tudok aludni, vagy mit csinálok itt 17:30-kor egy benzinkúton. Igen, hát ugye az online világban, ugye ez teljesen egyértelmű.
Tehát azért nem mindenki használ meg olvas internetet olyan nagy mennyiségben, mint ahogy mi fogyasztunk internetet. Tehát nem tudják egész egyszerűen, kampány még nem volt, ugye lesz majd természetesen, de rengetegen nem tudják hát ez még. Így megy. Csomagolás számára még ez nem nyilvánvaló. Igen. Mindenki nem mindenki netezik. Így van. Nekünk tegnap nálunk is egy ékintéren leszállt egy helikopter, és egy Cecilia nevű lány megkérdezte tőlem, hogy merre van a... Én szerintem tegnap összefutottam a Ceciliával. Ne csináld már. És? Dumsiztatok. Később esett le, hogy ő volt. Ez hiba. Új. De ültem egy asztalnál, és ő úgy rám köszönt, és én úgy csak úgy bambultam, és így néztem föl rám. És aztán a partnerem mondta meg, az ebédlő partnerem, hogy szerint a Cecilia volt. Ő volt ez? Igen, összefutottunk. Na mindegy, hát ennyi, nincs több. És ugye a szaladtál, Cecilia. Bocsánat, hogy nem köszönöm. Szia, ne arra, hogy nem ismertelek meg. Na, csináljuk azt, hogy ma minden ember elmondja egy plusz embernek, aki még nem tudja, hogy hol vagyunk, hogy Rádió 1. De semmi ráutaló SMS, vagy SMS történés nem volt kint, hogy a de ezt hallottam a momnak. Cecilia elindult fölfelé a liften. Nem, semmi nem volt. Na. Szóval visszatérve erre, ma mindenki mondja el egy embernek, hogy hol vagyunk. Jó. Én elmondom neked, hogy Rádió 1 ad tovább. De ne, hát ő tudja. Ja, te tudod. Olyannak kell elmondani, aki nem tudja. Aki nem tudja. Jó, akkor drága hallgatók, ma mindenki mondja el plusz egy embernek, hogy hol vannak a Balázsék. Jó, Janiék, Feriék. Jó. Hogy hol vagyunk. Na menjünk ki az utcára, azt mondjuk el. Lekiabáljak innen az emeletről. Itt vagyunk a Rádió 1-ek, kussol már, aludnék. Na, de ezt meghallgatom. Ez de hol kiabálsz? De arra mi az, hogy parkoló, Jani? Nem, hát arra nincsen senki. Ott a budavári palota van, föl ne ébrezd a király. De... Engem is hova a Rádió 1-es! Kustolj már, te köcsök! Aludnék! Jó, hát ez legalább plusz másfél hallgató. Tehát a 80 éves Ilonka néni, meg a 73 és Olgi néni, aki éppen sétáltatta a palota picsét. Ahogy látom, egy csomó helyen kivilágosodott az ablak. Szerintem van ez több is. Van ez öt is. Igen, még körbe kell egyébként magunkat trollkodni mindenhova. Na jól van, oké, jövünk vissza, és szerintem egy sokakat érintő témával folytatjuk. Talán olvastátok, hogy megint milyen gyatrára sikerült a magyar diákok PISA tesztje, és hát lehet mondani tulajdonképpen, hogy minden eddigi adatot alulmúltunk, a szövegértést, a természettudományt, a matematikát, és hát egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy az elmúlt 4-5-6 év oktatási csődje tulajdonképpen, ahogy szerepeltek a magyar diákok, és hát ez egyértelműen most már azt mondják a szakemberek, hogy az oktatás minőségének súlyos, csúfos bukása. Próbáljuk majd az okokat megfejteni, mert hogy a mi gyermekeink... És felhívjuk Pákot, hogy bizonyítsa az ellenkezőt. Példa. De a mi gyermekeink is iskolába járnak. És ha ennyire gyatra eredményeket produkálnak a magyar diákok, akkor egész egyszerűen minden megnehezül. A továbbtanulás, az elhelyezkedés, minden, ha az oktatás ennyire gyatra, akkor egyszerűen lemaradunk. Lemaradunk a régióban, messze magasan mi írtuk a legrosszabbat. Egyértelmű. Ez nagyon rossz hír. És azért nagyon rossz, mert ugye ez 2000 óta van, és 2009-ben volt egy viszonylag jó eredményünk, akkor a levegőbe csapott mindenki, hogy megyünk fölfelé, és a következő ugye 3 évente mérik, azt hiszem 3 év múlva, amikor kijött, akkor ott úgy álltunk bele a földbe, hogy öröm volt nézni, illetve nem volt öröm, és most a mostani eredmények ez még ennél drámaibbak. Ráadásul olyan esések vannak, amelyet a régióban s egyik más ország sem hozott. Tehát 17% pontos esés, ilyet senki nem csinált. Jó, hát valamiben megint elsők vagyunk. Igen, az észtek nagyon durván költöttek az oktatásra, és nagyon följöttek. A lengyeleknél hatalmas oktatási reform volt, és elképesztően jó tesztet írtak a lengyel diákok. Mi viszont bőven messze lemaradva, egyébként mindenkitől itt a közép-kelet-európai régióban gyatra, amit a diákok írtak. És ez nem feltétlen, sőt, hát egyáltalán nem az ő hibájuk. Egyszerűen észre kell venni, hogy az a képességekkel van gond, amit ma Magyarországon oktatásnak hívnak, az így ebben a formában nem működik, és a 2010 óta elindult átalakítás az teljes csőd igazából. Kinek van fia? Sok fia? Nekem kettő. Na, akkor mondom, hogy a legrosszabb a fiú, 15 éves fiú, 31,9% funkcionális analfabéta, ami azt jelenti, hogy ő az például, vagy ő lesz az, vagy mondjuk az én somám, aki ha elé tesznek például egy szerződést, akkor nem fogja tudni értelmezni. A szövegértés, igen. Így van. Tehát nem fogja tudni értelmezni azt, hogy mit ír alá. Megvezethető jelen pillanatban a 15 éves fiúk egy harmada. Ez szörnyű szám. Apa, de hát te is felvettél Frankitán. Mondjuk, nálam igen. Egy szót sem szólhat. Apa, ezt tőled tanultam. Kisfiam, mit írtál alá, úristen? Megint eladósodtunk 60 éve. Épp, hogy kinyögtük az előző. Végre szabadok vagyunk. Igen, szóval szomorú az eredmény, és hát fölhívunk egy oktatás
kutatót Radó Pétert, hogy segítsen nekünk helyre tenni. Egyrészt minek köszönhető ez, kettő mit lehet csinálni. Nyilván megreformálni az oktatást nem tudjuk, de hát ha mond egy-két biztató dolgot, hogy azon országokban, ahol ez jól működik, ott mit csinálnak máshogy. Mert ezek az országok egyértelműen tudják, hogy az oktatás a jövő, ha arra költesz, és nem hagyod a gyerekeket lecsúszni és lemaradni a régiótól, akkor ez bőven messze magasan meghálálja majd magát sok-sok évvel később. Nálunk ezt sajnos nem így gondolják, és ennek meg is van az eredménye. Úgyhogy ennek próbálunk egy kicsit utána járni, mert hogy iskolában vannak a ti gyerekeitek is, ugye? Még mindig ez a lexikális, a magoly, de hogy közben nem tudnak tabletet használni, hogy nem értik, amit olvasnak, hogy hülyék matematikából. Tehát ez egyszerűen óriási lemaradást jelent. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Nyílt az ablak, Zsül? Igen. Ablak? Mi ablak? Csak mondom, hogy egyébként ez egész reggel nyitva van. Jön a hideg, mert ez az ablak itt nyitva van. Csak mondom. Ötjesze, pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket, jó? Mert abból egy picit kevés van, írjatok nekünk. Mi pedig jövünk nem sokára a hírek és a reklám után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello, mindenkinek. Itt vagyunk a Rádió 1-en 96.4. Ez a budapesti frekvencia, de van máshol is. Egyébként Rádió 1, úgyhogy tessék bennünket mindenhol keresni. Fönt van a Facebook oldalunkon a Rádió 1 oldalán az összes elérhető freki, minden, úgyhogy ott vagyunk. Jó? Gyertek és mondjátok el mindenkinek, hogy hol. Mit találtál? Miért csak? Értem, ez? 7 kiló krumpli, 1 liter tej, laktózmentes. Ja, láttam, akkor megvan a bevásárlás. Persze. Tegnap rádió történelmet írtunk, ezt nyugodtan elárultjuk, meg elmondhatjuk azoknak, hogy esetleg nem olvasták. Online még soha sehol ebben az országban nem hallgattak annyian rádiót, mint mi. Minket azt mondja, hogy 29.528 ember sikerült tegnap elérnünk. Ma mindenképpen meg szeretnék ezt fejállni. Át szeretnénk lépni a 30.000-et, úgyhogy hajrá. Így van, tessék bennünket online is hallgatni. Felül az A2-es útra a felhajtás csak lépésben araszolva megy az M0-ás úton a Dunakeszi lehajtónál, erősen torródik a kocsisor, Izotop futár küldte nekünk, pesti alsó rakpart már most kezd bedugulni, és azt nézem, hogy igen, Svájcból hallgatlak titeket, sajnos mindig éjszakás műszakban dolgozom, így csak úgy tudlak hallgatni benneteket, ha nem fekszem le. Remélem sikerül megoldani, hogy vissza lehessen hallgatni a műsort, vagy legalábbis a legjobb részeket. Vannak podcastjaink egyébként, tesszük föl őket, majd mondjuk vissza tudjátok hallgatni, persze, SoundCloudon podcast. Jelentsen ez a két szó bármit is. De olyan magabiztosan használod, én nagyon imádom. Ez a lényeg. Vagyok, igen. Na, ígértük, hogy egy kicsit komolyabb témával megyünk tovább, de mindenképpen muszáj róla beszélni, ugyanis újra PISA tesztet írtak ugye a diákok, és hát egész egyszerűen szörnyű az az eredmény, ami kiderült arról, hogy megy a diákoknak a szövegértés, és a matematika. Ugye, hát ez a teszt, ez sok minden mér, de leginkább nem a lexikális tudás, hanem azt a fajta kompetenciát, amivel mindenkinek kellene rendelkezni azért, hogy sikeresen megállja a helyét majd a munkaerőpiacon, ne szakadjon le, és hát ügyes és jó legyen a továbbtanulásban. Hideg zuhany az az eredmény, ami most született. Kiderült, hogy a régióban a magyar diákok teljesítenek a legrosszabbul. Elképesztően le vagyunk maradva, és hát ez így marad, és ez az oktatási rendszer folytatódik, akkor generációknak megy el az esélye arra, hogy felvegyék a harcot ezzel a versennyel, ami van tulajdonképpen, és sikeresen tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ez megdöbbentő, ez az adat, ugyanakkor, nem? Nagyon. Teljesen egyértelmű. Tehát ugye az ország... a szövegértés az élet minden területén előjön, tehát itt nem csak arról van szó, hogy már nyílnak a völgyben a kerti virágok, már zöldel a nyárfazban, hogy ezt nem értik, vagy nem tudják értelmezni a gyerekek, de megkockáztatom már talán ez se. Tehát, hogy itt gyakorlatilag az életed mindenképpen bármilyen hivatást választasz, a szövegértésnek igenis van jelentőség. Azt mondják, hogy a lexikális tudás lassan már elévül, gyakorlatilag már nem az kell, nem az a lényeg, hogy mi van a fejedben, hanem az a lényeg, hogy tudjad, hogy azokat az információkat honnan tudod előkeresni, honnan tudod megszerezni. De a szövegértés az nagyon-nagyon fontos még így is. Igen. Teljesen egyértelmű egyébként az a bizonyítvány, amit kapott az oktatási rendszer. Tehát ez most már egyértelmű bizonyíték annak, hogyha ezen nem javítunk, és az oktatási
fizetési rendszer nem javul, és nagyon gyorsan nem javul, akkor egész egyszerűen generációk tűnhettek el, és generációk veszhetnek el. Szóval igazából ezt ugye nem érzi az ember a saját bőrén, jó, hát bemegy a gyerek az iskolába, tanul, de közben azért ez egy baromi fontos eredmény, és hűen tükrözi azt, ami az elmúlt 6-8 évben történt az oktatásban. Tudod, mi az érdekes, hogy ezek az emberek nem buknak meg például. Tehát, hogy ugye ez is az oktatási rendszert mutatja, hogy van egy felmérés, abban az van, hogy minden évben 26 ezerrel nő azok száma, akik nem tudnak számolni, de konkrétan hülye matekból, érted? És ő nem bukik meg. Tehát az oktatási rendszer átengedi, azt mondta, hogy gyerekem, hát akkor menjél tovább, semmi baj. Most én nagyon picit visszakanyarodva a szövegértés részére, ez azért is van egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ezek a gyerekek nem feltétlenül rossz tanulók. Ugyanis ő megtanulja a leckét, elsajátítja a tananyagot, csak egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy mit tanult meg, nem érti a szöveget. Bemagolja, visszaadja, megkapja érte a jó jegyet, onnantól kezdve pedig gyakorlatilag egy használhatatlan anyag van a rendelkezésére. Igen, hát a módszerrel van nagyon nagy baj. És ugye azt mondták, most az egyik kifogást olvastam, hogy azért, mert nem tudják használni a digitális eszközöket. Hát nem pontosan ez lenne az oktatási rendszer feladata, hogy megtanítsa ezeket az eszközöket, alkalmazza, használja, hogy mindenki értse és tudja használni. Szóval nagyon sok kérdés van itt. Itt van velünk Radó Péter oktatáskutató. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Na, hát próbáltuk körbeírni, nyilván laikusként egyébként, csak leginkább mint szülő, megközelítve ezt a dolgot, hogy ez valóban katasztrofális eredmény, ami született, ugye? Hát ez nagyon katasztrofális. Szerintem nem volt egyetlen szakértő sem Magyarországon, aki ne várta volna, hogy most 2015-ben romlani fognak az gyerekek szövegértési, matematikai és természettudományos eszköz képességei, de ilyen mértékű romlásra szerintem kevesen számítottak. Igen, ugye azt olvastam kifogásként, hogy mindig azok az országok teljesítenek jobban, ahol egyszerűen több pénz megy az oktatásra, nálunk pedig nagy a szegénység. De hát ugyanakkor azt gondolom, hogy egy jó oktatási rendszer közben ezeket a különbségeket kell, hogy kiküszöbölje, nem? Nem ez lenne egy jó oktatási rendszer feladata? Egy hosszú távon statisztikailag rengeteg országot figyelembe véve tényleg van bizonyos mérték összefüggése, ráfordítások mértéke és az eredmények között, de ezek nem rövidre zárható dolgok. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha egy pedagógusnak az egyik napra a másikra 50%-kal magasabb bért adnánk, akkor ez a pedagógus nem tanítana egyik napról a másikra jobban. Tehát a finanszírozás mértéke önmagában nem magyarázza, hogy egy iskola rendszer éppen jobban vagy rosszabbul teljesít. Itt alapvetően a tanítás minősége, az iskolák működésének a minősége a lényeges, és persze nyilvánvalóan az is, hogy a oktatás irányítás, az oktatás kormányzása milyen környezettel veszi körül az iskolákat. A mi jelenlegi oktatás irányítási rendszerünk az olyan mértékben beszűkíti az iskolák mozgásterét, és annyira lebénítja az iskolákat, hogy ez hosszabb távon, már középtávon is óhatatlanul a tanulási eredmények rovására ment. Jó, és akkor most ebből milyen konzekvenciákat lehet levonni? Tehát mondjuk azt látjuk, hogy ami az elmúlt 5-6 évben az oktatás területén történt, az alapjául nem működik. Mi menti meg majd a mi gyerekeinket és a diákokat attól, hogy ez ne tovább romoljon, hanem elkezdjen javulni? Vagy mi segíthet? Hát... Itt két dolognak kellene történnie. Egyrészt egy olyan teljesen az alapokról építkező gyökeres oktatás politikai fordulatnak, ami alapjaiban vizsgálja felül, hogy a kormányzat mit tesz az iskolákkal, mit tett az iskolákkal az elmúlt 5-6 évben, de ez önmagában persze nem elég, mert hogyha visszaadjuk az iskolák autonómiáját, helyreállítjuk az iskolák szakmai autonómiáját, helyreállítjuk a szakmai támogatórendszert, és sok minden mást is, amit a jelenlegi kormányzat az elmúlt 5 évben lerombolt, ez csak a feltételei terem meg annak, hogy olyan fejlesztések induljanak el, amik megújítják a pedagógiai módszertan, és megújítják az iskolában folyó tanítást, tanulást. Tehát ez egy hosszabb folyamat kell, hogy legyen. Azt szokták mondani, hogy az oktatásban elég gyorsan lehet károkat okozni, de ezeknek a hibákat kijavítani, az egy hosszú folyamat. Hát akkor most arról beszél, hogy alaphangon ez mondjuk 10 év, hogy visszaállítsuk ezt a dolgot. Ez azt jelenti, hogy az én gyermekem akkor funkcionális analfabéta lesz. 6 éves a gyerek, meg 8. Tehát pont le fognak késni. Ha maga gyermeke fiú, akkor 30%-os esélye van arra, hogy 15 éves korában
funkcionális analfabéta legyen, de ez, nyilván, de ez nyilvánvalóan azért ezek az esélyek családról családra és iskoláról iskolára különbözőek. Tehát egy teljesen szétzuhant iskolarendszerünk van, ami elképesztő mértékben szelektál és szegregál. Vannak olyan települések és iskolák, ahol a gyerekek esélye arra, hogy funkcionális analfabétaként kerüljenek ki belőle, nagyon magasak, és vannak még mindig kisebb szigetek, ahol nagyon komoly pedagógiai munka folyik. Nem ez lesz a megoldás, de akkor nekem szülőként lehet valamit tenni ez ellen? Tehát azt mondtuk, hogy ahogy az oktatás helyreállítása mondjuk 10 év legalább, mire ez jó lesz, de az én gyerekem pont ekkor fog iskolába járni. Mit csináljak én? Hát két dolgot tennék. Az egyik az, hogy én már évek óta csodálkozom, hogy az iskolák legfontosabb használói a szülők miért nem tiltakoznak a jelenlegi oktatás irányítás vagy oktatás politika eleme, ahol az nyilvánvalóan kárt okoz a gyerekeiknek. És a rövid távú megoldása az, amit a tájékozottabb szülők most is csinálnak, megkeresik ezeket a szigeteket, megkeresik azokat az iskolákat, ahol az oktatás politika ellenére azért elég rendes pedagógiai munka folyik. Hát mindenki nem hordhatja három iskolába a gyerekét, hát tehát egy megyében van három ilyen iskola, ugye? A jelenlegi rendszernek az a tulajdonság egyébként, ez mindig is jellemző volt a magyar oktatási rendszerre, csak most az utóbbi években egészen drámai mértékben felerősödött, hogy a tájékozott, magas érdekérvényesítő középosztály általában megtalálta azokat az iskolákat, ahol viszonylag jó oktatást kapott a gyereke. Ennek az oktatáspolitikának a legnagyobb vesztesei azok, akik erre nem képesek, vagy erre nincsen módjuk. Tehát alapvetően az alsó középosztály és a szegények, az ő gyerekeiknek a teljesítménye az egészen drámai mértékben romlik. És ezt a fajta lexikális számonkérés, nyilván ezen is kellene változtatni, ugye? Mert hogy a PISA sem azt mér igazából, a lexikális tudás, ami a magyar iskolákban még mindig a meghatározó és a legfontosabb, hanem tulajdonképpen kompetenciákat, hogy a tanulók mennyire képesek magában az iskolában szerzett tudást az iskolán kívüli szituációkban alkalmazni, megtalálni, használni. Na hát ebben is rettenetesen gyatrák lettünk. Általában abszolút egyetértek, de azért arra vigyázik el, hogy ez a két dolog ez nem állítható szembe egymással. Tehát minden készség fejlesztéséhez szükség van bizonyos mértékű ismeretekre. A kérdés az, hogy alapvetően milyen célokat szolgál az oktatása. Ezért az a tökéletesen egyetértek, hogy egy olyan oktatási rendszer és egy olyan oktatás politika, ami gyorsan elavuló, gyakorlatilag egy mobiltelefonon 15 másodperc alatt megszerezhető ismeretek, lexikális ismeretek súlykolására rendezkedik be, az egy régen leértékelődött oktatási praxis folytat, és a lényeg tényleg az, hogyha megtanul valamit a gyerek, már ismeretek tekintetében megtanul, az képes legyen értelmezni, képes legyen nagyon változó helyzetekben alkalmazni. Az, hogy egy ilyen pedagógiai kultúrára álljon át a magyar oktatás, még egyszer mondom, hosszú idő szisztematikus fejlesztése kellene hozzá. Ez elindult egyébként az előző évtized közepén a tájékán ez elindult, és voltak is bizonyos jelei annak, hogy ez javuló kompetenciákhoz, javuló teljesítményekhez vezet, de ezt a folyamatot a jelenlegi kormányzat nem csak hogy leállította, de teljesen visszafordította. Mi történik velünk 10 vagy 20 év múlva? Tud mondani egy-két konkrétumot úgy, ahogy az egy konkrét szám volt, hogy 30%-a van az esélye, 30%-a annak az esélye, hogy valaki mondjuk funkcionálisan analfabéta legyen. Tehát mondjuk 20 év múlva ez nem változik, mi történik a gyerekeinkkel? Ha ez a rendszer továbbra is évente kibocsátja ezt a bizonyos 25 000-30 000-nyi funkcionális analfabéta gyereket, akkor ez évente bocsát ki ennyit. Ez azt jelenti, hogy ez olyan terhet ró a magyar társadalomra, ami egyszerűen elviselhetetlen. Tehát egyrészt elképesztően nagy lesz a munka, már most is túl nagy, elképesztően nagy lesz a munkaerőpiacon a teljesen képezhetetlen embereknek a száma, aki kizárólag közmunkából vagy szociális transferekből fognak megélni, ami nyilvánvalóan az adófizetők zsebét terheli majd. Egészen elképesztő lesz a technológiai és ennek következtében a gazdasági lemaradásunk is. És nagyon sokszor mondják azt, hogy tömegével fognak megszűnni az ipari munkahelyek. Ez nem teljesen pontos, mert nem az a helyzet, hogy megszűnnek az ipari munkahelyek,
ezek, hanem az a helyzet, hogy ezek átalakulnak. A változó technológia miatt, az jelenlegi ipari munkahelyek döntő többsége magas képzettséget igénylő munkahelyé alakul át, és ebből elképesztő munkaerő hiány lesz. Már most is az van, nyilvánvalóan, noha a mostani munkaerő hiányt az alapvetően a kivándorlás okozza, de 10-20 év múlva egyszerűen nem fektet be majd senki Magyarországon, mert nem lesz meg az a munkaerő, ami ezeket az ipari berendezéseket működtetni tudná. Még három gondolatot mondjon már, mi az, amit azonnal meg kéne csinálni az oktatásban. Három, csak hármat kérnék. Hát, ha hármat mondhatok, akkor az első az iskolai autonómia helyreállítása, a második a jelenleg zajló iskolaszerkezeti változtatások azonnali leállítása. Tehát, hogy például a szakközépiskola lebutítása és szakiskolává való átalakítása, ez szerintem egy rettenetes katasztrófa. A harmadik dolog pedig visszapótolni azt a pénzt, közfinanszírozást, amit az 2012-13-ban a kormány kivont az oktatásból. Hát ezek nagyon fontos mondatok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Péter, tudjuk, hogy mennie kell, mert talán 20-25 körül már egy másik rádióban várják. Köszönöm. Fontos volt, amiről beszéltünk, hát dermesztő a kép igazából, úgy, hogy itt vagyunk mind a hárman egyébként gyerekes, tehát szülőként, és a gyerekeink is általános iskolába, a középiskolába járnak, hát lehangoló. A tudat maga igazából. Nagyon szépen köszönjük Radó Péternek, oktatáskutatónak. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Hát gyerekek, ez a szomorú magyar valóság. És pont benne vagyunk, te is, én is. Igen. Te a Jani már megúszta, ugye egyrészt lánygyereke van. Micsoda, tök a tökéletesen funkcionálisan analfabéta. Mit úszott meg? Ja, annyit tud csak bőkni. Porno! Nálunk fordítva, nálunk a gyerek az okos. Én meg ugye, abban meg lemaradt. Ott a gyerek generációt. Ott a gyerek három kört rávert az apjára. Tiszta nagyapja lett. Apjához sem köze. 7:30 volt pontosan, illetve nem múlt 3 perccel. Mennyi az idő? 7:30 lesz. Pontosan 7 perc, most sikerült megfejtenünk, mindjárt jövünk vissza. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival indul a reggeli show. Ez a ezt a slendriánságot ki kell javítanom. Mi az, hogy eső nem várható? Hulló csapadék nem várható. Így korrekt. Azt nem tudom, hogy milyen a nem hulló csapadék, de mivel azt nem írták, ezért valószínűleg az se lesz. Reggel -10 és -3, délután 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten -5, Győrben -4, Miskolcon -4+1 között van. És az is elhangzott az előbb, hogy sütni fog a nap. Na de nem akárhogy. Hát a mai napon, a tegnapinél például nagyobb területen süt ki a nap. Tartósabban felhős részek már csak a keleti határ mentén várhatóak. Tegyük rendbe a dolgot, gyerekek! Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Hideg lesz ma, egész nap egyébként minuszok lesznek, és nem is tudunk sok jóval kecsegtetni. Már nem ez időjárást illeti, marad ez a kicsit borongós, reggel igencsak hideg idő. Aztán napközben egy nagyon picit melegedik majd. Jó lenne, ha nem Grand Canariát nézném egyébként a telefonomon, mert ott azért jóval melegebb van. Szóval ez a 0, -2, -3 országszerte, most jelen pillanatban -4 Budapesten, de Miskolcon, Győrben, Baján, Dunaföldváron is hasonló helyzet igazából. Kivoltam a teraszon, megmértem magam, miután bejöttem, és 163 cm. Összementél a hidegben? Igen. Sajnos, igen, sajnos, de csak igen. A magassága, alul sose. De lent minden rendben, még mindig 16. 16 hidegben? Akkor igen. A szobahőmérsékleten? Szobahőmérsékleten az egy barátságosabb kis darab. Csak hogy van, te télen összemész, és akkor nyáron megnyúlsz? Gondolkodtam egyébként rajta. Én elkezdtem egy picit ettől félni, és egy időben nézegettem például ezeket az ilyen beakasztatós, cipős, ilyen lelógós cuccokat. Megvan nektek ez a tornaeszköz, ja, nem? Igen, és akkor nyúlsz lefelé. Igen, hogy nyúlsz, mert állítólag ugye mész össze. Nekem amúgy, én amúgy is egy picit ilyen tartáshibás vagyok. Egyre többször veszem magamon észre, hogy amikor ülök otthon a számítógép előtt, akkor ilyen görnyet vagyok, és nagyon rossz a tartásom. Volt, hogy egy ilyen fitbolt használtunk, mert hogy ezen állítólag egyensúlyozni kell. Ezt fogok ide behozni a stúdióba, mert én már nem bírok ülni a székre, meg a gerincsére
férjem lett. Csak a macska valamiért megbolondult és kihasította, úgyhogy döntöttük, hogy nem fogunk venni 3000-4000 forintokért fitbólokat. Úgyhogy mondom, én tartásivás vagyok alapvetően, és ezen gondolkodtam, hogy ezt a cipős, beakasztott cipős logós dolgot fogom használni arra, hogy visszakapja két centit. Súlyfürdő. Egyet ígérje meg nekem, hogy igen, elmész súlyfürdőbe, és nem veszel olyan cipőt, aminek ilyen fél kör alakú ja, az talpa. Léci, azt ne csináld. Tehát akkor fogom érezni igazán, hogy megöregettél, amikor ilyen cipőd lesz. Tudod, ez a, mi ez? Ez a billenős, vagy nem tudom milyen, aminek ilyen gömbölyű az alja. Igen. Az annyira papper. Tehát és nem tudsz benne papper járni emberi módon egyébként, tehát aki olyat hord, azt látod, hogy egy ilyen rugózás van az ő lépéseiben. Amikor lehet, a öltönyét csak... veszik fel, az a legjobb. Igen, azt látom. Igen. Brutál jó öltöny, nagyon durva, és van egy ilyen billenő cipője, tudod, igen, hogy nem hisz benne, csak bőkező a szponzor. Danubiusban volt olyan vezérigazgatónk, a Bartusz Laci. Igen. Ő úgy hordta. Igen. Ő úgy hordta. Én tudom, a Bartusz számoltam fel a Danubius 3 hónap után, és mondta, hogy abba hagyja a kereskedelmi rádiózást, azóta szörfözik havajon. Hát ez, én mondta, hogy neki ez betett. Igen, sokkal jobban megy neki. Néha fölhív, hogy menjek szörfözni, mondom, hát ne arra, hogy már a 26. rádióban dolgozom azóta, tehát nem tudok menni, de ő ott bekattant, amikor leigazolt, és három hónap múlva felmondtam. Azt mondják, hogy jó, Csontkovács is visszaad egy pár centit. Igen? Aha, hogyha helyre rakja. Elmész 4-5 Csontkovácshoz, és meg vagy 10 centivel magasabb vagy. Igen. Milyen fura lenne bejönni, és egyre magasabb lennél. Uh-huh. Nem tudnám hova tenni, és mindig nézném a talpodat, de rájönnék, hogy nem csalsz, igazából megnyúlnál. De plusz hogy... az orosz sebészek tudnak olyat most már, hogy a combcsontot elfűrészelik, és odaépítenek be kis fémdarabot. Állítólag egy 5 centit tudsz nyúlni, csak nagyon hülyén fogsz kinézni, mert a kezed viszont rövid lesz. Uh-huh. És helyi érzéstelenítés van vodkával. Igen. Na nézzünk gyorsan egy-két közlekedés írt, ami fontos lehet. Nyíregyháza -6, gyerekek, ami drága kazink írt nekünk, oda hiányoztál. Te is Szigetvár -7 fok hozzá küldte nekünk. Aztán budai pesti alsó rakparton most még jól lehet haladni, nincs dugó a Mozaik utcánál, mint minden reggel. Baja rendben van, -2 fok, örülök, hogy újra vagytok. Tegnap találtam rátok, valaki mondta, nem is hallottam, de most már mindig hallgatlak benneteket. Eddig musicot kellett, de agyrém volt. Na, örülünk akkor, hogy visszajöttél. Köszönjük szépen. 13. kerületben fotóznak nálatok felé az Árpád hídnál, ahogy lejössz Pest felé, úgyhogy vigyázzatok, mert szépen bele lehet fordulni. Az illetve nem nálatok csak. Hát az már nem nálat, tényleg. Hát igen. És a nyugdíj folyosító előtt is most kezdenek berendezkedni, úgyhogy figyeljen mindenki. Felétek, köszönjük szépen. Felétek Venice Beach-en van egyébként? Micsoda? Venice Beach-en, persze. A velencei kistérsége úgy van, hogy ha kijövök az autópályára, akkor ott elcsípek egy kis részt belőle, aztán nem, és utána megint. Tehát nehezen fogható, hogy úgy mondjam. Én applikációs vagyok. Papírrendőrautó, papírjar, nincs egy kirakva? Nem. Bemegyek ott gárdom, hogy nem a gárdnál, és ott áll egy ilyen, a naptól már kicsit megfakult ilyen papírrendőr. A vidék elmaradott, nem a vidék szép. Nem. Volt a vidék szép, Ricsinél, és elmaradott. Farkas Ricsinél voltunk lent, Balázsra megyünk együtt, és akkor ott láttunk egyet az út mentén. Hajdú valamivel, ahogy behajtottunk, ott áll a rendőrautó kartonpapír. De az a durva, hogy kicsit benyaltam, mert én ráfékeztem. Igen. Ki tudja, hogy papír vagy, nem papír vagy, csak megverevedett, vagy látott valamit, én ráfékeztem. Na, mondom, rohadékok, jó palira vettetek. És onnan elpaszoltátok a kecót itt, vagy most már ti teljes végleg velenceiek vagytok? Velenceiek, elköltöztünk Velenceországba, így van, tópart. Föladtátok a pestői belváros? Áll a jó Istennek. Hát annyira belváros nem volt. Kikapos lányoknak? Igen. Van rá igény a 13. kerületben. Búvóhely lett a kecó? 6000 per óra búvóhely? Vannak barátaim, akik ismerik ezt. Haverok inkább nem barátok. De azt mondta, hogy üres lakást bérelsz, ugye búvóhelynek. Hát ott a búvóhely lényege az, hogy tulajdonképpen egy-két órára kiveszed, be van készítve papírzsebkendő, testápoló, tusfürdő, és akkor 2 órára 6000 forintot kifizetsz a búvóhelyre. Leadod a kulcsot, vagy berakod a lábtörlő alá. És kókuszsír. Kókuszsír, minden, igen. Óránként 6000? Hát óránként 6-8000, attól függ, hogy mennyire frekventált fel kell. Anya, tedd ki az albérlőket! Ha napi 4-5-öt beválasz, akkor jobban jársz, mintha albérletet. Albérletet fizetni valakinek. Nem az van, hogy ki kell őket tenni, mert az elmegy magától egy óra múlva. Nem, kicsit macerásabb a takarítás, tehát ott minden nap menni kell este. Tehát az egy kicsit lejön a költségből, hogy azért ott, ha nagy hancúr van, akkor utána azért ott új ágyneműt kell húznod. És ha mondjuk nem vagy mizantrop, akkor csináltatsz egy finom hangszigetelést is a falakra, mert az sem árt. Szomszédok, hogy gyerülnének. Nem, tényleg bemész így egy kecóba, búvája, ott van a lábtörlő, ott a kulcs, egy órát használod, a kecót visszarakod, elmész. Egyébként kulturált szerintem. Hát most mondtam, hogy ebből jól keresel, akkor miért ne adnád ki búvóhelyre a lakásodat, nem? De ilyen, mehetsz hotelbe is, ott is van ilyen, nem? Hát akkor a hotel 30000 vagy 40000, és ott nem tudod kivenni egy órára, csak egy éjszakára, ki kell fizetned. Itt megkapsz egy komplett lakást, mondjuk 6000 forintért. Hát azért nem mindegy. Hát hotelszobát nem veszel ki ennyiért. Az igaz. Az más. Az más. Fel ennyiért kiadom a garázsunkat. Jó. Mi akar egy garázsban szexelni?
Ennyit halok bent, és tudom, hogy megijött valaki. Megijöttek, igen. És már vállátod a 6000. Van tükör is. Tök jó. Ágy? Az nincs. Fekpad. Fogd meg a rudat, drágám, ne? Rudat, 600 forintért tudod kiadni körülbelül. Jó, hát gyere hozzánk, Lőrincre, búvóhely. Csak a garázs tudom odaadni, a fekpad van. Nagyon hideg van, mert nem fűtjük a garázs, viszont 600 forintért egy órára azt csináltok, amit akartok. Néha bejövök, valamit keresek, de akkor nem nézek oda. Fölnyitod a kaputot, bemész, kicsit keresel. Igen, csináljátok, csak csináljátok, nem nézek oda. Csak a 10-es kulcsé jöttem. Igen, csak a tápsót keresem. Igen, csak a tujákat, öntözöm. Éppen a locsolót fújoltam ki, de ti csináljátok nyugodtan. Hol a tömlő, hol a... ott a tömlő. Jelige, szívesen szexel a garázsban. Na, igen. Jó. Na, gyerekek, 8 óra után vendégünk lesz egy olyan vendég, aki volt már nálunk még a régi helyünkön. Ő mindig ír könyvet valakikről, és ezek a könyvek egyébként nagy sikerré válnak. Korda Szabolcsról van szó, aki most jelen pillanatban, ugye emlékeztetek a Luxus Hotel Hungary című könyvére, ahol ugye egy bepillantást engedett abba, hogy működnek a luxus hotelek többek között Magyarországon. És most a stewardessekről írt. A stewardessekről, a repülésről, arról, hogy mi történik az olyan utasokkal, akiket nem szeretnek a stewardessek, hogy mi van, ha te jól viselkedsz egy repülő, mi van, ha rosszul viselkedsz, mi van, ha a stewie ki akarnak veled kicsit szúrni, mi van, ha flúgos az utas. Ezt összesítette hosszú-hosszú kutató munka után, úgyhogy vele beszélgetünk majd 8 óra után, hogy mi történik velünk ártatlan utasokkal, akkor ha szeretnek, az tyúvik többek között, és mi történik, ha nem. Hát olyankor behúzzák a függönyt, és krákogást hallatsz. Aztán pedig jön a kávé. Igen. A pilóták, a földi kiszolgáló személyzet tagjai, mindenkit megszólaltatott, és hát kíváncsian hallgatjuk majd, hogy mi történik a csomagunkkal, mi történik a tyúvikkal, mi történik a pilóták és a tyúvik között, mert azért erről is legendák keringenek, ugye? Hogy azért ott van egy tájföldi út, mint régen, amikor a Malév még repült Bangkokba, Kínába, New Yorkba. Hát meg ott ugye a legjobb helyeken szállásolják el őket. Tehát komoly légitársaságnál olyan helyen laknak a pilóták és a stewie, hogy azt nem hiszed el. Hogy ez létezik-e egyébként? Már mi ne létezne? Nem? Hát reméljük. Stewie, pilóta, stewie, reménykedj. Pilóta. Igen, különben megölünk minket majd itt a unalom. Pilóta, másodpilóta. Pilóta, robotpilóta. Igen. Robotpilóta, robotpilótával. Nővel, tehát mindenkivel. Én leginkább minket ez érdekel. Nem? Persze, hát meg hogy milyen eszköze van a stewie-nak akkor, ha nem vagyok szimpatikus. Bár én általában egyébként repülőn szimpatikus vagyok. Nagyot köszönök, meghúzom magam, nem reklamálok. Mi repültünk azért együtt, látod, mindig kultúráltan viselkedek. Persze, nem? Mert az első osztályt kaptam akkor is. Nem, tényleg kultúráltan viselkedek, most mentünk Barcelonába. Igen. Ugye? Ott teljesen kultúráltan. Volt egy kis apró konfliktusunk az egyik velünk utazóval. Tehát, hogy csak így mondom el, ezért emlékeztetnélek, hogy persze a stewardesszel nem volt probléma, csak az egyik mellettünk ulóval. De ő volt a köcsög. Ő volt a köcsög, de ilyen szekunder szégyenérzeted volt, amikor valaki helyette vagy zavarban. Tehát nézel valamit, átélsz valamit, és közben zavarban vagy. Ez a szekunder szégyenérzet, amikor így fura volt. Ugyanis odajött a stewie visszafelé Barcelonából, hogy de mi nem kértük, ültünk egy teljesen normális helyen. Nem volt ilyen priority, mi az, check-in, tehát nem mentünk be előbb, nem használtunk nagyobb lábhelyet, tehát teljesen meghúzza magunkat, utaztunk egy papadoson. És odajön a stewie visszafelé Barcelonából. Hát ne ködösítsünk, bejöttem neki. Én is magamra vettem, mondjuk. De jó, ezt ugyanígy magamra vettem. Mindenketten úgy éreztük, hogy ez nekünk szól, személyesen. Igen. És mondta, hogy menjünk már egy kicsit, ha akarunk, akkor fáradjunk hátrébb, ugyanis van 2 darab lábhely, és ott nem lábhely, hanem nagyobb lábhelyes, hogy üljünk már át. Azonnal hárítottuk, leszektük a fejünket, nem, köszönjük, tökéletes itt. Majd mellettünk ült egy nagy darab faszi, aki hát meglehetősen hangosan kikelt magából, igen. És elkezdte mondani, hogy ő más értékű utas, tőle ezt nem kérdezik meg mi miért számítunk másnak, mint ugyanez? Neki is járna, ugyanez tőlem is megkérdezni egyébként? Én miért nem ülhetek át, ha ők átülhetnek? Szóval tudjuk tökni, de higgyel, de nem, de mi se ülünk át, és hogy menjen ő nyugodtan. Fölajánlották neki, hogy üljön előre, üljön hátra, semmit nem fogadott el, hogy ilyen rosszul érezted magad, és annyira zavarba voltál nagyon egyébként, mert ő neki állt balhézni a stewardesszel, hogy ő miért nem, és mondta, hogy hát két hely van, és azért gondoltunk rájuk, mert hogy egymásnál ülnek, menjenek hátra. Jó, nyilván volt egy kis hátszél, de mi nem használtuk. Igen, Balázs csak annyit mondta, hogy Isten hozott Magyarországon. Rettenetesen taholtam, mondom, úristen, de jó újra hazaérkezni. Még szerelmesebb lettem, mert hogy egyébként a stewardess lány elképesztő módon, de nagyon, nagyon kulturáltan, nagyon intelligensen, de nagyon-nagyon csúnyán helyre tette.
Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag minden egyes mondatával kerest az úriembert, hogy, hogy neki kedvezzen, hogy még egyet is, igen, egy szendvics, ez természetesen a cég ajándéka. Végig, kávé, végig romászivatták utána, romászivatták, természetesen ez önnek is jár, még egy szendvics, még egy kávé, a Spali már annyira zavarba volt a végén. Annyira jó is érdemli. Igen, kellemetlen volt. Na, annak is megpróbálunk majd utána járni, hogy, hogy nem tudom, ti látjátok ezeket a pilótákat mindig, amikor mennek, ugye vonulnak, első pilóta, másodpilóta, nagy bőrtáska, hogy mi mondjon mindenki legalább egy-egy dolgot, hogy mi van ebben a bőrtáskában. Nem szoktatok ezen gondolkozni, hogy biztos, mi az Isten vagy... cipelnek egyébként? Mi kell abba a bőrtáskában? Szendvics. Biztos, hogy igen. Igen, otthonról csomagolt, ez fasírozott a zsebben. Így van. Valószínűleg ez lehet. Most képzeld el, ha minden nap repülsz, vagy mondjuk csak két naponta, és két naponta eszed azt a szendvicset, amit lehet kapni a repülőgépen. Hát én biztos, hogy csomagoltatnék. Igen, milyen jól esik már, hogy hívják, a félbarra kenyérre, benne egy kis párizsúval, meg trapista, folpakba tekerve, és mellett az a piros alma. A kis paradicsommal, meg meg piros almával. Hát egész biztos, hogy kaja van benne. Hogyha abból indulunk ki, amiről beszéltünk, hogy a pilóta pilótával és a stewardesszel, akkor óvszer. Hát ez mindenképpen kell. Meg egy tisztasági csomag. Ez illetve otthon a folpakas. Az otthoni kaja, az óvszer és a tisztasági csomag, ez a három. És sose felejtem el, de lehet, hogy majd egyébként Szabolcs meg tudja magyarázni. Volt szerencsém egyszer business classon utazni. Bécsből mentem egyébként Tájföldre. Forgatás miatt nekem le kellett mondanom a repülőjegyemet, és az RTL kompenzálta a dolgot. Mondom, akkor fizetek. Jó, van, akkor díjt meg, fapadosan. Jó, hát akkor most menjünk bizniszen, kifizették. Egyébként nem járok bizniszen, tehát szerintem nem ér annyit, hogy a dupláját kifizest. És soha nem felejtem, és azóta azon gondolkozom, hogy honnan jött a csávó. Bécsből indultunk este 3-12-kor éjjel, megjelent egy szakács a fedélzeten. Fehér ruhában, beöltözve, ilyen kis kukta sapkával a fején, de se előtte, se utána, se út közben. Soha többet nem láttad úgy, hogy közben már gurult a kifutón a pálya. Aki olyan, mint aki egy séf, aki ugye, mint aki a konyhából jön. De most kigöngyölítette a késeit, kitette maga elé, és elkezdett neked nem főzni. Nem tudom, hogy ez egy stewardess volt, aki átvette ezt, aztán ezt a ruhát. Egy emu, vagy minden masszájharcosok. Nem itt el egy picit. Nem, már egy a beszállás előtt kicsit drinkeltem, hogy azon gondolkoztam, hogy a gépben alul egyébként lehet, hogy van egy ilyen mini konyha, ahol a séf előkészíti az ételeket, megjelent fehér ruhában, ezek is kézipogyászba jött fel. Hát. Szakács sípkával a fején, mindenkinek kiosztotta az étlapot, ami szájtátva néztem, egyébként nem tudtam, hogy lehet választani, és ki tudtad választani, hogy milyen reggelit kérsz, milyen vacsorát kérsz, kis fehér ilyen kis nem szalvétával a kezén, körbe ment a bizniszen, és utána a csávó eltűnt. De mondom, már gurult a gép, tehát itt nem arról volt szó, hogy valaki bejött és aztán kiszállt, és azóta sem tudom, hogy hol van? A gép gyomrában utazik? Lemegy mindig alulra, előkészíti az ételeket, és utána följön. Hova tűnt? Előjött, és a visszafelé úton is megjelent. Amikor elkezdett gondolni a gép, akkor nem rohadt az egyik ablakhoz. Kétségbe se tartott. Én itt dolgozom, sveháton. Austrian Airlines 312 fehér szakácsruhában, sípkával a fején megjelent a csávó, kiosztotta az étlapokat, a büdös életben nem láttam többet. És figyeltem, hogy Csuvi-e, de nem volt Csuvi. És nem ő hozta a kaját? Nem ő hozta, ő csak kiosztotta az étlapokat. Ül addig a gép gyomrában? Na mindegy, majd ezt is megkérdezünk. Igen, igen. Hát itt ilyen szolgáltató. Vagy a pilóta volt. Később pedig volt grillezés is, betoltak egy hatalmas szabadtéri sütőt. Igen. Na jó, elmegyünk egy picit, jó? Hírezni és reklámozni. 5 perc van pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, milyen helyzet az utakon, milyen az idő. 8 órakor live közvetítés, csak mondom, a Facebook oldalon is, és a streamen is adjuk. Gondolom a streamen is adjuk egyébként. Már lemasszíroztuk a táskákat a szemünk alól, már szépek leszünk. Már jobban nézünk ki. Kordos Szabolcs lesz tehát a vendégünk, és a repülésről beszélgetünk. Majd 5 perc, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk már is. Hideg van mindenhol, nem csak Budapesten, az egész országban. Mínuszokat mutatnak a hőmérők, úgyhogy tessék mindenkinek jól felöltözni, csúsznak az utak, megérkezett az igazi tél. Én szeretem, gyűlölöm decemberben a 10 fokot, úgyhogy ez a jó. Mi itt a Hegyalja útra rálátunk, már dugó van egyébként a Hegyalja úton, ébredezik az ország, füstölnek a kémények, úgyhogy minden rendben van. Szeretem látni, hogy ébred az ország. Ez jó, jó látni. Égetik a napozott fát, a szemetet.
Így van. Ahogy az ékezős algon. A műanyag palackokat, mindent, amivel egyébként füstölni lehet. Na, gyorsan nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Néhány közlekedési hír. Nagyon sokan írtatok, M3-as enyhén ködös, de jól járható, Eresz Pisti küldte nekünk. A Hév átjárónál, Dunaharasztinál nem működik a lámpa. Figyelje mindenki. Zöld metró. A híd Csepeli lehajtójánál műszakívás jármű korlátozza a forgalmat. Köszönjük szépen, valamint a Lágymányos híd Pesti hídfőjénél Pest felé elakadt autó a szélső sávon, a hídon már áll a sor. Nomcsulió küldte nekünk. Nomcsulió. Akkor minden rendben. Akkor minden rendben, igen. Ha ma még nem csulióztál, akkor minden rendben. Szokásos 10-es út Solymártól Araszol Pest felé, Dini, köszi, hogy elküldted, valamint Fót felől az A2-es útra a felhajtás csak lépésben araszolva megy. Az M0-ás út Dunakeszi lehajtójánál erősen torlódtak a kocsik. Izotóbb futár küldte nekünk. De jó látni ezeket az ismerős neveket, nagyon nem? Nagyon jó. Azt mondja, hogy a 47-es út Békés Csaba Beretyújfalu között ködös, csúszós, csokiguru küldte nekünk, valamint az M5-ös Szeged felé vezető oldalán a Dabasi kihajtójánál három lábú van, úgyhogy ott is óvatosan menjetek. Gyorsan még egy-két SMS, jó hallani titeket, küldjetek Pécsért is, Béka küldte nekünk, ti vagytok a kapocs Magyarországgal, Észak-Angliában, kiváló az online adás, imádom az applikációt és a rádió egy élőt. Bogyó, köszi, hogy elküldted. Egy hót keltett riadalmat Amerikában, Andy az USA-ban van, írja egy hallgató. Jó, elhatárolódunk. Abszolút elhatárolódunk az ilyen poénkodásra, egyben nagyon szeretjük. És be is olvas. Annyira elhatárolódunk, hogy természetesen automatikusan be is olvasunk ezeket. Londonban újra hallgatunk titeket, reggel a buszon nem értik az angolok, mind röhögök. Tomi, köszi, hogy elküldted nekünk. Gyerekek, komolyan mondom. Főleg így a Brexit után. Tessék? Főleg így a Brexit után mi röhögsz? Ja, hát igen. Nem, de figyelj, ez a Brexit, ez a tökölés, ami most megy, van itt valódi Brexit? Vagy ez egy kamu volt, nem és majd a parlament leszavazza? Mi az Isten tudjuk, történik? De hogy volt Brexit, most az olaszoknál? Azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogyha ránézem mondjuk a fontnak az árfolyamára. Igen, abban te személyesen érintett vagy, nem? Na, most már nem. De sokkal volt. Időben váltottam át. És hát a Brexitnél sortolni kell a fontot? Hát sortolni kellett volna. Jó, hát sortolni kellett volna. Soros György. Hagyjad a bajnok. Kérdezd már meg, hogy mennyit bukott eddig. Gyerekek, minden nap tanulok. Viszont van egy nagyon fontos, igen? Mai projektünk. Tegnap ugye rádió történelmet írtunk azzal, hogy 29.528 hallgatónk volt. Ezt már helyre tették egyébként, hogy ez még nem volt rádió történelem. De az volt. Hát állítólag, amikor megszűntünk, akkor azt mondom, 63 ezer volt, tehát még oda fel kell lépnünk. Aha. Elküldték nekem SMS-ben. Ezért nem szűnhetünk meg minden hét. Jó, minden héten nem lehet megszűnni. Egy aktív rádió esetében. Igen, egy aktív rádió esetében, nem egy megszűnő rádió esetében. Jó, tehát 29.528-an hallgattak minket, most szeretnénk, hogyha a 30 fölé menne. Ez a bizonyos hallgatói arány. Erre te ráfizsz, látom, te ebből most versenyhelyzetet csinálsz. Igen, nem bockodunk, érted. Itt van előttem egy nagyon jó kis felület, ami folyamatosan tudom csekkolni, hogy kiket hányan hallgatnak, és hát torony magasan vezetünk, bocs, elnézést. Mondd a harmadik helyet. Tények ugye szigorúak. És a tények magas dolgok. Harmadik. Nem. Hol írnak fel úttalbetétet egyébként az STK-ban? Úttalpasnál. Nálad már amputálnak. Fogok magamnak fölírni úttalbetétet. De fáj. Tessék? Annyira fáj már a csontom itt hátul ettől a széktől, hogy én álvagyomom már, viszont akkor itt tetetek be egy jó úttalbetétet. Uh-huh. Akkor egy jó szék. De van egy jó három kert. Igen. Nem, tényleg gondoltam, hogy berakatok egy úttalbetétet. Hello, Mizu, semmi? Kérdez egy hallgató? Igen. Egyébként, ez így egyébként van, semmi. Nálam nagyon jól működik az alkalmazás, csak az iOS. Jók vagytok és örülök, hogy újra vagytok, ez zékülte nekünk. iOS-on, Androidon mindenhol vagyunk. Na, és akkor nézzünk egy-két fontos információt, mert elvileg egyébként beindult az online közvetítés, mert hogy vendég van itt a stúdióban. Néha egy picit adunk, néha egy picit elveszünk. Ugye a rádió egy oldalán láthatjátok, Laci bólogassál, ugye ott megy, és a rádió egy Facebook oldalán pedig élő közvetítés van, úgyhogy tudtok bennünket akkor online most is integethetünk, nézni. Elkezdjétek el, léci, mint a 6 éves infantilis kisfiú, akik meglátják, hogy adásban vannak, kameraképet látnak, meglátják magukat, és elkezdenek integetni. Csuk be, léci, és az xnxx.com-ot, meg az extra tyúkot, meg minden. Ott vagyunk! Hello! Annával ilyenkor mi csak összenézünk, jó, és ide, azt mondjuk, és Anna megnyalja a száját. Igen. Élőben vagyunk mindenhol, jó? Gyertek és nézzetek bennünket. SMS számunk 06 30 20 70 311. Jó, gyerekek, ez kezd összeállni. Alakulni. Kezd összeállni. Igen, megvan, jó van. Látom, neked nem lúgta a betét kell. Nem. A szemüveged? Hol hagytad az okulárédat? Nem, egy új oktatási rendszer. Az mindannyiunknak kellene egy új oktatási rendszer. A funkcionális helyett. Egyébként elképesztő dolgokat mondott. Ha valaki nem hallotta volna, 9 után megismételjük majd. Egy oktatáskutatótól a vendégünk. Hát az döbbenetes. Több SMS kaptam, hogy nagyon komoly beszélgetés volt. Na, de mi most valami vidámabban megyünk tovább, mert ugye olyan vendég érkezett hozzánk, aki mindig a fejébe veszi azt,
körülbelül évente, javíts ki, ha nem így gondolom, hogy valamilyen foglalkozás rejtelmeibe beavat bennünket. Ugye írt ő már a taxisokról, írt ő már az egyébként hatalmas sikerű Luxus Hotel Hungary című könyvéről is, vagy hát ott ugye tulajdonképpen a hotelek működéséről és a luxus hotelek működéséről. Most pedig az Airport Hungary címmel megjelent könyve van a kezemben. Kordos Szabolcs a vendégünk. Hello Szabolcs, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello. Hello. Neked ez most már a fétised, ahogy látom, hogy körülbelül évente te mindig írsz valakiről vagy valamiről könyvet. Kicsikét mániámmal, igen, tehát hogy az nem történik meg, akkor rosszul érzem magam. De már régóta izgatott egyébként ez a légközlekedés világa, ez már benne volt a fejemben egy ideje, nagyjából 5-6 év, hogy ezt egyszer meg kellene írni, hát most sikerült is. Ingyen repülőjegyért csináltad, vagy? Igen, nem. Kiszponzorált a Wizzair? Megmondta a grátis szállodai szobákat, és most átnyergelt az ingyen jegyekbe. Taxival már ingyen mész, szállodában ingyen laksz, most már ingyen repülsz. Összekapcsoltam a dolgokat, igen. Na, jól gondolom én, ugye picit hiányosak vagyunk már, mint ami a felkészülésünket illeti, de én ezt egyébként beverem neked vallani töredelmesen, mert én úgy szeretek mindig vendégekkel interjút csinálni, ki könyvet írnak, hogy pár nappal előtte megkapom a könyvet, én azt elolvasom, és akkor fel tudok készülni, de hát lelkes szerkesztőink vannak, akik téged lekasztingoltak, és vannak sztorik. De gondolom én, hogy a pilótánkról, a stewardessekről, az utasokról. Menj, ugye? Hogy azért ezt... Na? Nem rossz, nem. De fejből. Hogyha már a repülés, akkor valószínű, hogy ez. Ugye? Én csak általános kérdésekkel szoktam készülni. Hosszú a könyv? Igen. Ott voltam úgy küldeni, és nem volt hova, ugye? Úgyhogy ott álltam múlt héten, hogy küldeni egy tisztelet például, megszűnt, de nem volt. Megszűnt az ottani címünk egyébként, most már mindent a rádió egy címére kell küldeni. Ez nem egy botránykönyv, nem? Egyszerűen csak megmutatott, hogy működik a repülős élet minden szemszögből? Igen, beszélgettem mindenkivel, aki ebbe a világba érdekelt. Légutas kísérőtökkel, pilótákkal, a földi kiszolgáló személyzet tagjaival, azért a földön is történnek elég húsz a dolgok. És akkor úgy raktam össze ezt a kis képet, hogy milyen az élete egy fapados stewardessnek, egy olyannak, aki mondjuk egy nagy nemzetközi cégnél dolgozik külföldön, milyen aki mondjuk egy privát gépen dolgozik, és a leggazdagabb embereket szállítja jobbra-balra. Erre térjünk vissza mindenképp. Ez jó. Amikor ugye magánjetekkel repülsz, mint stewardess. Jó, oké, kezdjük ezzel akkor. Na, kezdjük ezzel. Jó? Tehát magánjetekre kikerül föl. Tehát gondolom az oroszok, az amerikaiak ugye baromi sok magángéppel utaznak, nagyon hát sok pénz első. Van. Oroszok elsősorban. Elsősorban ők azt mondják, most a 70%-at a piacnak ők adják, tehát hogy az utasoknak a 70%-a ő orosz. A magángépeken. Magángépeken, uh-huh. Igen. Viszont éppen ezért orosz stewardess, illetve orosz pilóta nincsen egész egyszerűen ezeken a gépeken, mert ugye ők nem szeretik azt, hogyha a saját honfitársaik őket. Megértik, hogy mit beszélnek, nem lehet akkor nyíltan csevegni arra, hogy most éppen kitöltünk meg, hogyan sikkasztunk, stb. És ez ezek nem, csak nem olyan kellemes. Sztyúvik és pilóták lehetnek, akik az orosz anyanyelvet magát nem beszélik? Így van, aha. Így van. Nem is sik egyébként, tehát azért sem szeretik, hogyha oroszok, mert akkor az olyan snasz, hogy most egy orosz visz engem, akkor ugye már inkább egy magyar, egy Fülöp-szigeteki, egy francia, egy német, ez sokkal. Te kivel tudtál ebben a témakörben beszélni, stewardesszel vagy pilótával inkább? Mind a kettővel. Ez hatalmas nagy élmény volt, és hát nagyon kevés a magyar pilóta, illetve a magyar stewardess ebben a kategóriában. Úgyhogy velük leülni az egy óriási szerencse volt. Na, a stewardessek mit mondtak, hogy mi történik ilyen magángépen? Az, amit gondolunk, vagy ami a filmben, hogy hozzák a kaviárt, orosz oligarchák utaznak egyébként könnyűvérű lányok társaságában, és tényleg megbeszélik, hogy kitesznek el lábalól, és ők Párizsban vannak, de el akarnak menni a New York-i metropolitánba, átrepülnek, programoznak, aztán hazarepülnek, nagyjából így. Volt olyan, aki például minden héten elment Moszkvából Londonba magángéppel, ez egy ilyen pár milliós túra volt hetente. Hát ez nekik apró pénz igazából. Mert meglátogatta a gyerekét, aki éppen ott tanult, de olyan is volt, hogy elvitték a családot. És aztán megvette a Chelsea-t, nem? Igen. Olyan is volt, aki elment egy szigetre, egy spanyol szigetre, és akkor ott a kisne elkezdte hiányolni a kutyáját, és akkor egy orsétteri érte. Mit csinálni a kutyával? Hiányolni? Hiányolni. Csak óvatosan, igen. És akkor visszamentek a kutyáját, hogy egy utas volt a fedélzeten, ott tisztelettek neki, egy orsír terrier ott üldögélt, és akkor a végén megköszönték neki, hogy a légitársaságokat választotta. Tehát a kislány azt mondta, hogy hiányzik a kutyám. Papi, hol van? És akkor elküldtek egy magárepülőt a kutyáért Spanyolországból vissza Oroszországba. Nem akarta inni a személyzet sem, mondták, hogy ilyen még nem volt. Azért az megvan, amikor a kis úszkáratta a beszállókártyáját, körül becsatolta az övét. Ez egy ugatás, ez belúg a kaviárt. Igen, kézik, hogy ez... Nagyon jó, nem egy kis buksi vagy.
kakizsák. Az milyen már, amikor több millió forintban már csak a kutyádat utaztatod? Tehát, hogy nem tudják hova tenni. Nem de tudják volt hova én, tenni. Aki csak 10 perc maradt a földön, vagy annál is kevesebb ideig. Orosz volt, meglepő módon szintén az utas, és akkor mondta, hogy ő kiszáll most egy pillanatra a repülőtéren, 5 perc és jön vissza. Hát mondta, hogy ez képtelenség. De tényleg 5 perc múlva volt, és repültek vissza Moszkvába. Mint kiderült, ő azért szállt le, hogy ott a Medvegyev egyik emberével kezet fogjon, aki éppen jött ki, és a saját magára repülőgépére szállt fel, és akkor ennyi volt a... Ezt megérte neki ez a készfogás a... Oh. Jó, hát azért van egy készfogás, meg itt nyilván azért itt a kis táskákba közben, igen, azért fontos dolgok, cserélnek gazdát, igen, azért ezt átadom, ezt átveszem, ezt visszaviszem, tehát azért ott mások a vámszabályok is. Nem kell átmenni egy filmdetektoros kapun, azért igen. Nem vizsgálnak meg nagyon a magángéppel. Abba a készfogásban más is volt. Igen. Átadták a krímet. Igen, Paks 2. Ott dölt el Paks 2 gyerekek, annál a készfogásnál. Ott megpecsételődött a sorsuk. Hol találod meg az embereket? Feladsz egy hirdetés, hogy sztyúvikat, pilótákat keresel azért, hogy interjút csináljál velük? Egyrészt pedig is adtam, másrészt pedig elkezdtem kutakodni, és akkor ott, aki kézről kézre járt a hírem, és így találkozhattam emberekkel. Na, nézzük akkor, azt mondtad, hogy érdekes dolgok történnek a Földön. Mire gondoltál, a kiszolgáló személyzetre, vagy a csomagokra például? A csomagkezelésre? Mind a kettő. Gyakran vannak például mozgó csomagok, ugye ilyen vibráló, izgőmozgó csomagok, amiket ki kell nyitni a személyzetnek, hiszen bármi lehet bennük, akár mondjuk egy ketyegőbomba is. Ketyegőbombát szerencsére ritkán találnak, szexuális segédeszközt annál gyakrabban. Az még egy mókás látvány lehetett, amikor egy hölgyet leszólítottak a gépről, hogy ezt a mozgó eszközt ezt hatástalanítsa, és közben egy vegyvédelmi osztag, egy rendőri osztag, illetve egy komplet katasztrófa védelembe. Bemozgott már a csomag bemozgott, igen. És akkor kiszedték ugye a csomagját. Észlelte a gazdit? Megtalálták, hogy ki volt az illetékes, és mindezt ilyen 220-230 ember nézte végig a fedélzetről, illetve a földön. Az kellemetlen mondjuk egyébként, nem, mikor a nejed lemegy kikapcsolni a vibrátor. Repültök Majorkára. A nejed semmit nem bíz a véletlen, azért oda is elviszi a kedvenc kis utitársát. Amíg te úszni vagy, drágám, addig visszóra. Azért az kellemetlen. És leginkább egy vállalra indítható páncéltől a rakétának tűnik, és nem vibrátor. Az egy érdekes dolog volt, bele tudtam azért olvasni egy-két részbe, hogy a sztyúvik például jeleznek egymásnak, hogy amikor te már balhézol a kapunál, hogy előbb akarsz beszállni, addigra, mire te odaérsz a géphez, addigra a sztyúvik már tudják, hogy te balhéz utas vagy. Igen, ez nem egy általános dolog, de előfordult ilyesmi. Akkor a check-in pultos egy kis jelet írt fel a boarding passra. Tehát a beszállókártyára. Janinak mondom csak, mert ilyenkor mindig összezavarodik. Igen, nem repül túl sokat. Akkor mindig egy picit elveszítem a fonalat, és elködösödik a tekintetem. Beszállókártya. Igen, ráír valami jelet? Jelent egy kis jelet, és akkor ezzel jelezte, hogy gyerekek, bunkó utas a fedélzeten, úgyhogy kezeljétek megfelelően. Meggyőződtek róla, hogy tényleg bunkó, tehát nem volt egy álriasztás ez. És akkor megfelelő bosszút álltak rajta. Ez úgy történt, hogy amikor kávét kért, akkor egy kis szemcseppet belecsöpögtettek az italába. Nincs ilyen, hogy sztyúvi bosszú. Tehát bosszút állnak a sztyúvik, tehát én nem vagyok szimpatikus, vagy balhézom. Ez tényleg ritka, ez rettentő ritka. Én csak egyszer hallottam, egy ilyen történetet hallottam, de akkor ők beletettek egy kis szemcseppet az italába, ők sem tudták pontosan, hogy milyen hatás vált ki. Kiderült, hogy hát gyomorra azért ez erőteljesen hatott, és... Ezért fosztatta végig a Barcelona járatot. Igen, nem, János, nem te voltál? És az X volt a pupillám. Ha ez nem lett volna elég. Igen. Akkor ugye ki akart menni a mosdóra, de szóltak a kapitánynak, hogy lehetőség szerint kapcsolja be a turbulencia jelzést, hogy senki sem állhasson fel. Ez már ilyen összeesküvés elmélet. Persze, bekupogtak a kapitány. Most kapcsolja fel, kapitány, most kapcsolja fel. Ez már úgy tűnik, mint egy Adam Sandler filmnek a forgatókönyve. Fölnyomta a pilóta, tényleg? Fölnyomta a pilóta, és fél percenként mentek oda a stewardessek, hogy hát elnézést, most nem lehet, látja, ég a mondjuk visszafelé sül el a poén, az utas közben tényleg összefossa magát, azért az megöli a bulit, nem? Gyerekek, kicsit túltoltuk a poénkodást. Tényleg, Gyuri most tényleg összefossa magát, azért az picit erős. És nem tudott kimenni a WC-re. Nem. Már őben kék hűt, zöldöt mondták, ilyen színű embert nem nagyon láttak még életükben, de aztán persze megnyűrültek rajta, nyilván ebbe a saját érdekük is benne volt. Aha, és milyen jelzést szoktak rátenni a papír a Géd és Gerard Depardieu után? Kik a legjobb utasok? Van ilyen, hogy legjobb utas? Van, persze, japánokat imádják. Ők azt mondják, hogy tisztább a gép, amikor elmennek, mint amikor felszálltak. Tehát ők mindent ilyen apró kis zacskóba tesznek, és teljesen kitakarítanak maguk után. Nem is kell már hívni a személyzetet, hogy takarítson, mert perfektül elintézik. Nem mindenkire vonatkozik ez.
vannak azért nációk, akik náluk rendetlenebbek. Mi magyarok nagyjából középtájékon helyezkedünk el. Azt itt tudtátok például, hogy ha nem adnak el eleget a vámmentes cuccokból, tudod, amikor a fapadoson tologatják ezeket a kocsikat, akkor összehívják a csúvikat és leszúrják őket, hogy alacsony a forgalom, és kicsit rá kéne tenni, vagy akár a bérükből is levonják, hogy szankcionálják őket. Bérükből nem, de be van tervezve, hogy mennyit kell eladniuk, és hogyha ezt nem teljesítik, akkor rendesen leszúrják őket. Csak ez nem rajtuk múlik általában. Tehát egy biznisz járaton, ugyetve, hogy több az üzletember, mint a turista, ott kedvesebbet lehet eladni, hogyha viszont mennek a Kanári-szigetekre, vagy jönnek onnan, piázgatnak, bőszel nem számít semmi sem, nyilván sokkal több mindent lehet eladni, akár italból, akár ajándéktárgyakból. Az Erdőben jön leszúrják a stewardesseket, hogy nem adtak el elég Patek Philippet, vagy Rolex-et? Ez inkább a fapadosokra vonatkozik, ahol ételt és italt is árulnak. Van ilyen, hogy fusiznak a stewik? Tehát, hogy fölvisznek saját szendvicset, saját kávét, és azt adják el? Van, kávé volt, igen. Volt olyan is, hogy kétszer húzták le mondjuk az utast, hogy egyszer kifizették vele a kártyával, mondták neki, hogy sajnos a kártya nem működik, és aztán pedig készpénzbe is kifizette ugyanazt. Nyilván az utas... Jó, hát ez nem volt józan. A földön kapod meg. Négyszer jön az SMS, hogy négyszer húzták le a kártyádat. Részeg utas lehúztak. Szegény stewik, most azért úgy áztatjuk el őket, mint a mindenki ellene. De hát nyilván nem. Nem. Ez ritkán fordul elő. A stewik rettentő jó fejek, pilótákkal egyetemben, hihetetlenül kellemes beszélgető partnerek. Na, innen folytatjuk akkor mindjárt. Mert hogy nyit az ablak, gyerekek. Hát, ha az ablak nyitva, a repülőzaj behallasztjuk. Akkor menjünk. 3 perc van pontosan, 8:30, Szabolcsal folytatjuk mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk már is, 3:48, múlt már nagyon régen. 3:49, viszont még csak 5 perc van lesz. Gyerekek, vannak dolgok, amik nem változnak, nem tudom az órát ugyanúgy használni, mint régen, sőt, akkor sem tudtam, tehát továbbra sem tudom. Tehát a 3:49 lesz 5 perc, mindent mondok, csak a valódi időt nem. Ezt már de megtanulom előbb-utóbb, nem lesz baj, lassan 40 vagyok, tehát nincs gond. Ezt már egyébként az új kollégáink is észrevették, és finoman jelezték, én éreztem egyébként a mögöttes szándékot a dologban, hogy ide pedig fel fogunk tenni majd egy órát, amíg mindig látod a pontos időt. Mert hogy tényleg szükséged van rá. Most mi szemezel mi a Facebookosokkal? Mit csinálsz? Nem, csak nézzetek ki egy pillanatra, nem mondjuk be adásba, csak nézzetek. Nem mondjuk be adásba. Nem mondd adásba. A nap. Nézzel, nem mondd adásba. Milyen szépen besült. Csak akartam nektek mutatni. Valamit. Ez most egy kicsit belsős, ne haragudjatok, drága hallgatók, csak. Akkor de, ne gyere be! Ne, nem mondunk semmit. Timi, ne gyere be, csak add be a fánkot. Na, Kordó Szabolcs a vendégünk, Airport Hungary a könyv címe, amiről beszélgetünk. Szabolcsról ugye tudni kell, hogy mindig beleveti magát valamiben, vagy a luxus hotelek világába, vagy a taxizás világába, és évente fixen garantáltan megjelentett egy könyvet. Jelen pillanatban a stewardessekről, a pilótákról, a kiszolgáló személyzetről, nem utolsó sorban az utasokról egyébként, és hát a magángépek világáról írt egy könyvet. Celeb sztorik vannak, hogy ki milyen celebbel utazott, és hát mit mondott róla? Megírták, hogy viselkedett. Kultúráltan szórakoztunk Barcelonába, oda-vissza. Nagyon visszafogottak voltunk. Ne írjuk bele a könyvbe. Egyébként nem jöhetsz bepromotálni, ha benne van. Na, mit mondtak a celebekről? Többség teljesen normálisan viselkedett, nem akartak már csak azt, hogy békén hagyják őket egy picikét. De turistán utaznak, éppen vagy első osztályon, ezt tudjuk? Hát business classon is utaznak, első osztályon is utaznak, magángépen is utaznak. Johnny Depp például magángéppel utazott, és egy magyar stewardess volt az ő kísérője. És mindent úgy csináltak, hogy azt a sztár menedzsmentje megkövetelte, tehát egy dübörgő zenével fogadták őt, Rolling Stones-szal, kicsit furcsálották, hogy ez a kérés, de hát hogyha ez, akkor ez. Tehát Johnny Depp úgy száll fel a magángépre, hogy dübörgő Rolling Stones-t kell hallgatni. Aha. Igen. Már nem tudnak mit kitalálni. Ő aztán megjelent és kérdezte, hogy maguk mind süketek? Tehát mi ez az őrület itt? Kapcsolják már le ruhaneműkkel, körbeaggatták magukat, mint a business classon lennének, hogy ne lássák őket az utasok. És akkor mondták, hogy elnézés, ez annyira nem díbik errefelé. De voltak jó példák, és Arnold Schwarzenegger például mindenkinek bemutatkozott szépen, hogy illendő, mintha nem tudták volna, hogy ő Arnold Schwarzenegger. Jó napot kívánok, Arnold Schwarzenegger. Arnold, üljön már le egyszer, és 3-4 órája van, ezt csinálja. Tehát egy 300-os Boeing-en azért ez nagyon szó. Arnold Schwarzenegger. Valamikori kormányzó. Picit az öreg már lehet, hogy egy kicsit kezd. Kicsit kettősödik. Arnold Schwarzenegger. Kordagyet. Nem olyan, kicsit a Schwarz is kezd. Ausztrália, basszus, haza akar jönni. Ausztrália, kenguruk följe. Na, magyar celebek.
picit sejtessél már. Dubájba, Dubájba, valaki, senki. Most már megy Fapados is Dubájba, úgyhogy szerintem lányok ezrei csaptak a levegőbe. Igen. Igazából. Vannak kisebb szakmai megbeszélések, igen, az arra frétoltó gépeken, hogy mit, hogyan kell csinálni. Egyeztetések zajlanak. Volt egy pilóta, aki megölt egy csomó bárányt. Az mi történt? Ez egy komplett birkagyilkosság volt. Azt a feladatot kapták, tehergépről van nyilván szó, hogy vigyenek el több ezer birkát egyik arabországból a másikba. És nincsenek erre pontos statisztikák, hogy hány birka fér bele. A lányok lemondták? Gépbe. ez egy extra dubai sejk volt, hogy már bárányokat kér. Mert a bárányok hallgatnak, mint tudjuk. Nem dumálnak erről. És ugye abból indult ki, hogy nagyjából fele annyi levegőt fogyaszthatnak el, mint az ember egy lények. És akkor így lakta a fejébe össze ezt a statisztikát, hogy nagyjából hány birka fér be. Be is pakolták őket, felszálltak, és ugye volt egy kipárolgásuk ezeknek a birkáknak, plusz még meg is voltak rémülve, rengeteget pisiltek, és az egész gép megtelt folytogató gőzzel, ez a kipárolgás gőzével, olyannyira, hogy végül a pilóták oxigénmaszkban kellett, hogy vezessék a gépet. Az egyikük hátrament, hogy megnézze, hogy mi történik ott, de hát ki kellett fordulni a bűztől, meg annyira csípte a szemét, az ammónia, az arcát, mindenét. És hát mire leszálltak, hát több száz birka már nem élt. Ó, szegények. És ott ugye nem nagyon lehet menet közben szellőztetni. De megtette sajnos ezt a következő úton a következő pilóta, és úgy gondolta, hogy hát tehergépen ugye úgy szokás, hogy ilyenkor létrejöntik a rakrészt, és hát egy gombnyomással ő is megölt egy pár száz birkát. Na hülye állat. Jézusom. És most a légtelenítés. Hátul egy bűdös van. Nem számít. Nyomjuk egy légtelenítést. Nem volt egy sikerprojekt. Mi volt azzal a Stewie-val, akitől kértek valami kis fehér csomagot? Olvastam ilyet is, hogy egy utas odaintette magához a Stewie-t, kicsi fehér csomagot kért, és ezt egy másik utas meglátta. Utasok azért hajlamosak arra, hogy megbolonduljanak odafönt. Ide lent sem annyira normálisak, de odafönt azért még fokozottabb olyan érvényes az, hogy az emberek megbolondulnak. Itt indi utasról volt szó, aki látta, hogy a stewardess egy hölgy utas kezébe egy kis fehér csomagot csúsztat nagyon diszkréten, és elkezdte verni a palávert, hogy már pedig ő is akar ilyet, mert hogy neki is jár, pont annyit fizetett, úgyhogy kell neki az ajándék. Bármi is a csomag, bármi is, neki ő is akar kell egy csomagot. Uh-huh. Sokáig magyarázták, hogy biztos, hogy nincs magyar szüksége. Magyar színész volt az illető? De végül megkapta. Nézegette, és nem tudta, hogy ez mire való. Aztán világosság lett az agyába, és rájött, hogy ez biztosan egy szemfedő, amit éjszakára kell neki felhúznia, úgyhogy az intim betéttel az arcán boldogan hortyogott. Tényleg, még a formája. De uram, ez egy intim betét, nem baj, nekem is jár. Én is ugyanannyit fizettem. És a pilótát is kiírták, mondták, ilyet még nem látott. Ezt nézze meg. Hát figyelj, a szárnyokkal föl tud ragasztani az orrodra, meg a homlokodra. Tapados végig a széle, és még a formája is hasonló. A kérdések szoktak még egyébként jók lenni. A visszatérő kérdés, hogy most éppen hol járunk. Erribb lesz, te hülye. Hogy most éppen hol járunk? Igen, utasok részéről, és hát mi vagyok én GPS? Kérdezik ilyenkor a stewardessek. De volt, aki mondjuk aggódott rettentően egy Brüsszel-Budapest járaton, és megkérdezte, hogy követte a világpolitikát, hogy ugye nem Törökország vagy Ukrajna fölött repülünk, mert ő akkor félne, hogyha ez a két... Budapest-Brüsszel járaton, hát igen. Hát kerültek Kerekek. Egyet, érted? Néha magyar diplomatákkal is lehet baj, akik bennünket képviselnek Brüsszelben. Nem tudhatnak mindent. Nem tudhatnak mindent. Olyan Stewie nem volt esetleg, aki nem csak gépen, hanem esetleg helikopteren is megy, és akkor belepillanthatunk különböző politikusok életébe, hogy mi történik helikopteren. Ilyen Stewie-t nem sikerült elkapni? Helikopterezés nem volt. Mert egy érdekes lett volna egyébként, hogy mi történik azon a nagyon durva 150 kilométeren. Hát nem? Zsófiek nem fognak örülni. Ha már legkésőbb Zsófiek esküvőjét rohanni kell. Nyomjuk a gázt. Olyan elemben volt, hogy a politikus rendelt, magyar politikus rendelt egy magángépes szolgáltatást, de ő is, amikor megtudta, hogy magyar a személyzet egyik tagja, akkor lemondta ezt. Nehogy lebukja. Ja, hogy nehogy lebukja. Ha. Akarta, hogy híre menjen. Na, beszéljünk a fontos dolgokról. Mi van a ottalvos pilótával és a stewardesszel? Átnéznek egymás szobájába. Igen, és annyira begyakorolt reflexek vannak, hogy amikor az egyik pilóta bekopogott, hogy fogkrémet kérjen, akkor rögtön be is rántotta a stewardess, és ne, mondta, hogy ezek pocs, ne, nincsen ilyen sztori. Hallott, hogy van. Elnézést, hát adjon egy kis fogkrémet. Ó, jöjjön be, most itt vagyunk, tájföldön, soha nem derül. Yes, so, I'm in fluorid. Álljuk a képet. Jó, Stewie utas. Nyilván mindenféle
élethelyzet adott ahhoz, hogy ők összejönnek egymással, hiszen. Hát ott azért egy luxus hotelben vannak. Luxus hotelben vannak, távol vannak a családtól. Lásképpen nem is úgy kollégák, mint mondjuk egy átlagember, hogy bemegy a irodába, és ott ül 2 méter arrébb a kolléganő vagy a kolléga, hanem őket beosztják, és lehetségesen a légitársaságnál nem találkoznak egy évig utána egymással. Így azért könnyebben megúszhatóak ezek a kis kalandok. Persze van stewardess, pilóta, stewardess. Mondjuk az a nagy buli, hogy ülsz a fapadoson, menj, mész a budiba, és ez stewie-a. Tehát azt gondolod, hogy nem akarsz zavarni, nem? Mikor tolják a kocsit, hogy vehessél 2 Toblerone-t, de a stewie-val azért az nagyon nagy. Ne zavartassák magukat, de beúzom az ajtót. Igaz, hogy én bepisilek, de csak csinálják nyugodtan, nem akarok zavarni. Szóval stewie-val is tényleg? Persze, hogyne. És az utas 2 stewie-val, amit a Jani kérdezett, légy szíves. Ilyenről nem hallottam, de egészen biztos a világ történetben megtörtént már. Kifutunk a projektnek. Miért nem mész el stewardnak tényleg? Tökre el tudnálak képzelni, hogy ott tolod a kis kocsit. Aha, kérdezek, megvan. Hogy parfüm, csokoládé, nem ezt kérdezik, kávé, kérdezik, parfüm, valami. Csokoládé. Kis, hogy igen, te azt a szerviz kocsit, vagy ezt a büfé kocsit? Kaffiorti. Tényleg, és megcsináltad neki elektronos hajtásúrat, beülnék elől. Kaffiorti. Én hogy utálom ezt, amikor tolják ezeket az extra parfümöket, meg ezt, mi ez, az a vámmentes, vagy ilyen, nem tudom milyen. Dugyfrit, ott végig tolják. És a kukit nem utálom. Ezeket az extra parfümöket. 10 év vagyok házas, már nem utálom a kukit. Fő a változatosság. De nem, mikor tolják ezeket, csak erőltetik, hogy vegyél parfümöt, meg nem tudom, csokoládét. De ebből van pénzük, szegények. Annyira nyomorú. És egyébként nem látom nagyon, hogy vásárolnának. Tehát az egész tök erőltetett, és ilyen kicsit ilyen szekunder szégyen érzet van itt is, nem? Hogy eltolják melletted a kocsit, és akkor zavarban vagy. Hát szerintem nyilván a sajnálod őket, hogy ne gyertek azzal, nem adtatok el, mit tudom én, 4 jót hívják, ott a poljot, ott vagy akármit. Érted? És ott vannak a világ végén. Poljot, mondjuk te se sokat repülsz, te. Már nem akart kommunist. Nem, poljot, mikor ültél utoljára repülő? Nem 3 krasznaja mockát, egy poljot, ott igen. Nem akartam már elhajtani egy megszólalásban rögtön néhány potenciális esetleges későbbi reklámozót. Ez szereti. Poljo. Igen. Sokat repülsz egyébként, Szabolcs? Régebben többet repültem, de igen. Most már nézed mindig a beszállókártyát, hogy mi van ráírva, nem? Régen, a mai naptól az esti hírlaptól. Na jól van, oké, Airport Hungaria, ez tehát a könyv címe. Mi a következő, tudod már? Nagyjából sejtem, Luxus Hungary lesz szerintem, tehát hogy a magyar felső 10 000 életébe kicsikét bele-bele pillantok. Nem nyilatkozom. Igen. Hát nekem. Az a baromi eset. Állandóan át kell majd írnod a könyvet, hogy olyan gyorsan növekszik ez a felső 10 000. Kérdés, hogy ők szívesen nem lesz könyvmeló. Bár név nélkül egyébként, hát ha nem meg... Vagy kódnevekkel. Helikopter. Lawrence bácsi. Belekezdtem már, és nem egyszerű. Nem egyszerű. Szabolcs, köszi, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Én köszönöm, itt lehet. Köszönjük szépen, Kordos Szabolcsa beszélgettünk. Oké, na gyorsan egy-két közlekedés. Nézd meg, légy a BKK, hogy mi a helyzet a 3-as metróval. Természetesen már állítólag megint elfüstölt valami gázon. Azt mondja, igen, 20 perccel ezelőtt tették fel, hogy az M3-as metró helyett a Deák Ferenc tér és az Árpád híd között pótlóbusz közlekedik egy jármű meghibásodása miatt, utasaink türelmét kérjük. Hát ezt kisebb beszéltük reggel, ezt a sztorit. Tegnap beszéltünk ugye a 2-es metró összecsúszásról. Az megvan, hogy miért csúsztak össze? Te ezt hallottad? Hát hallottam, erről beszéltünk, hogy csúszott a... De várjál, nem ez a lényeg, csúszott. Mert az csúszik. Az oké, az autóba is csúszik. Nem vettük meg hozzá a csúszásgátló szoftvert. Ne, esküszöm. Nem mondott komolyan. Nem, mert az annyira pénz, magyar. Az, igen, az plusz 100, vagy nem tudom, mennyibe kerül egy csúszásgátló szoftver. Igen, ami érzékel ugye, hogy megcsúszott a kerék, tehát akkor valamit beavatkozik. Ez nincs a 2-es metróban. Mi? De ez most ilyen... Nem, ilyen... ez hír, rendes. Rendes hír, tehát ez az igaz, hogy nem vettük meg a csúszásgátló szoftvert? Igen. Kicsit, jó, hogy ablakokat vettünk a metróra egyébként. Csak az a baj, hogy jó, ülések nincsenek, se kapaszkodók, de a miénk szeresség nagyon jó. Csak hogy az a baj, hogy biztonságtechnikáról van szó, ez olyan, mint hogy az autódban választási út elé állítanának autópásárlásnál, hogy sötétített ablak vagy légzsák. Akkor inkább legyen a sötétített ablak. Igen. Most mondta be a metró pilóta, írja egy hallgat, hogy a Deák térig megy a 3-as metró, odáig is lassan, onnan a Lehelig pótlás van. Mi van már megint, a jó Isten? Árpád híd, M3-as, mindenkit kiterelnek, lezárják a teljes állomást, óriási a tömeg, köszönjük szépen. Igen, egy jármű meghibásodott is emiatt pótlóbuszok közlekednek. Hát gyerekek, úgy látszik, hogy ez egy állandó élmény lesz a budapesti lakosoknak egyébként a metrózás, tehát most már nem tudsz úgy menni metróval, hogy ne történjen valami kaland. Ki volt megint az orákulum? Viki, aki elmondta, hogy hogy igazából nem engedi a gyereket metrózni, és tök igaza van. Uh-huh. Tehát minden nap történik valami.
Azt mondja egyébként, én azt olvasom a BKR vezérigazgatójától, itt van egy cikk, hogy azt mondta, hogy nem igaz, hogy a kettes metró Alstom szerelvényéből hiányzik a szoftver. Aha. Na, akkor ellenmondó hírek vannak. Már lehet, hogy a szoftver benne van, csak nem is találták, nem tették fel. Már odavitték. Tegnap megtalálták egy páncélszekrémet. Gyorsan felrakták, mint egy új, új Windows. Zsírúj papírdobozat. Hát ezért ez elképesztő. Na, jól van. Oké, elmegyünk egy picit megint szünetre. Jó, 6 perc van, pontosan 9 óra. Ha van közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. SMS számunk 06 20 30 70. 311. 111. 111. Jézus. 250-es papper, a reflexek már nem a régiek. Hát már nem. 111. Én itt időközben megtaláltam. Mi ez a szeszélyes évszakok, amit toltok el? Micsoda. Most nyílt ki a világ. Megtaláltam, van egy ilyen, hogy Viber alkalmazás, érted? És nem sokára Velencére is odaér. Várjál, és látszik a kép, hogy ki üzen nekünk. Oda nézzél csak. A betyár. Igen, Mea életem, puszilunk innen. Szia, Mea. Szia, Mea. Tetris 3D. 50 évesen megtaláltad a Vibert, Feri, látod? Már hatalmas volt fölkelni. Ráadásul nagyon szeretem, hogy Vibernek hívod. Dorje. Hát Skipe és Viber. Ennyi. Így írják. Nem Viber, de az Viber. Ott sem úgy, Skipe és Viber. Mindenhol ott vagyunk. Na, ha tudtok friss közlekedést küldeni, akkor küldjetek. Mi a helyzet a metróval? Jó, hol álltok éppen? Jár-e a metrópotló? És egyébként az országban mi a helyzet? Szekszárd, Balatonbaja, Dunaföldvár, Paks, Heves, Miskolc, Győr, Nyíregyház, Budapest. Itt vagyunk, és minden máshol pedig ott az online. Jó, és az applikáció. További rádiók csatlakozási igényét várják szeretettel itt a Rádió 1-nél. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival indul a reggeli show. Ez a... Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Nem tudom, érzitek, elkezdtük belakni a műsort. Igen, nagyon érzitek? Helyes. Hiányzott Peti. Magyar dal a Rádió 1-en, ez is ritka. Megérkeztünk, és jön Peti is. Már egyébként készül az új dala. Igen, de ne felejtsük, hogy ez annak idején ez a dal, ez a nemzetközi piacra készült, mert hogy az Eurovíziós dalfesztiválra, vagy dalversenyre írta a Peti. Igen. Csak a sajátos viszonyom a közszolgálattal ez megpecsételte a sorsunkat. Meggátolta, hogy elindíthassuk saját magunkat az Eurovízión. Mondhatni nem kedvelnek. Már a portás kidobta. Igen. Jó, de jövőre indulunk megint. A Kunigundán kim van a képem? Wanted, Dead or Alive, mindenhogy. $10,000 fejpét. Éve vagy halad, de inkább halvas. Inkább hal. A közszolgálat belépni, ha leköpöd. A közszolgálat, igen. Szóval, hogy így ők nem annyira kedvelnek. A gyerekek, néha tudom, hogy fáj az igazság. Nekem is szokott. Szóval, hogy az egy bosszantó dolog, ha az emberről néha kimondják az igazságot. Nekem a seggem fáj ezen a széken. Kettővel arrébb van a programigazgató irodája. Tényleg, itt van már. Halló. Jól van. Na, én úgy érzem, ti is kezdtek megérkezni. Eddig csak én mentem át mindig. Igazgató úr. Üljön már maga itt egy kicsit. Rettenetesen lüktet az aranyere a Janinak. Valamit kéne csinálni ezzel a székkel. Én már állok. Tehát én odáig eljutottam, hogy állok. 3 órája állok. Sport. Mondom, megyek az STK-ba ma. Fölírtok egy lúttal betétet. Igen. Kamillás intőport vásárolsz. Igen, beülök egy kamillás fürdőbe. És pedig ürőshöz mész. Igen. Beszélek hozzá és simogatom, annyira fáj már. De megpróbálom visszatuszkolni minden fürdésnél. Menj egy csérire és vegyél egy platform cipőt. Na, élő streamünk van, gyerekek, csak igen, mondom. Már meg élő? Igen, adunk egy kis élőt. Jaj, de jó. Úgyhogy a Rádió egy oldalán. Sziasztok. Élőben tudjátok nézni, hogy mi történik a műsorban. Na, gyorsan egy SMS, na végre Polgár Peti is itt van, mikorra készül el az új dal.
Kérdezi Petya, hát szerintem ez olyannyira készül, hogy, hogy most mi már visszadobtuk egy párszor az újat, de Peti még egy kicsit finomhangol, és utána mégis vagyunk. Most 99%-os maradjunk. Egy picit a szótak számokkal nem vagyunk kibékülve, vagy a zenérész lehetne egy kicsit hosszabb, vagy a szöveg rövidebb, mert hogy így most nagyon... Igen, még egy kicsit dolgozunk rá, de nem sokára készül Peti új dala. Halljátok ezt? Igen, ez bizony a piros telefon csengő hangja. Írta valaki arra, hogy magyar zenét adtunk 9 óra után óraindítónak. Gyerekek, hát azért pontosabb dologra használja azt a főnök. Igen. Az rendben van, Balázs, hogy orvaszájba dicséred a rádió egy appot, de Windows Phone-ra miért nincs? Ez diszkrimináció, intézkedj, légy szíves. Laci, vegyél egy normális telefon. Tök őszintén elmondom, én értem, de hogy szóval valaki ért ahhoz, hogy jó telefon csinál, valaki nem ért. Az egy fos. Ennyi. Dönteni meg tudni kell. Vegyél egy jó telefon, tényleg, de egyébként megpróbáljuk azt is. Csak kevesen vagytok, hát három embernek nem fejlesztünk. Régen tényleg értettetek hozzá, csak aztán elment a nagy ember. Azóta meg kapkodás van. Igen, tessék normális telefon, minden nem tudunk megoldani, nem foghatjuk mindig a kezeteket. Valamit nektek is kell tenni, hogy elérjetek bennünket. Éppen most jöttem ki Békés Csabán egy nagyobb drogériából, ahol meglepődve hallottam, hogy ti szóltok a rádióba. Oh. Megörülve megkérdeztem még az előadót, hogy van Freki Csabán, de ők is online tolták. Tehát egy drogériában online vagyunk. Én meg elköltözöm Békés Csabára, amíg drog is van. Nézd meg, mi történik Békés. Mióta elköltöztél az emberek bejárnak a drogériába, érted? Legalizálták a könnyű drogokat Békés Csabán. Hát milyen jó hely. Beköszöntött a drogéra. Igen. Én is itt vagyok, Jenő írta nekünk Budafokról. Hello, Jenő. Kösz, hogy itt vagy. Szia, már hiányoltunk. És még egy-két hozzászólás a könyvhöz. Földi alkalmazott volt a barátnő még a malév korszakban. Szirezésnek hívták, amikor a földön éjszakázó gépen biztonsági ellenőrzéskor két kolléga közt szökkent szárba a szerelem. Ez volt a szirezés. Amikor ugye állt a gép, fölmentek ellenőrizni, hogy minden rendben van, és akkor gyorsan ott egymásra találtak. Mi a helyzet a metróval, János? Látsz-e valamit a BKK-n? Azt mondja, hogy egészen pontosan... Figyeljetek, baleset történt a Múzeum körúton a Bródi Sándor utcánál, emiatt a 47-es és 49-es villamos a Szentgellért téri metró megálló és a Deák Ferenc tér közötti metró megálló nem közlekedik. Nem, Deáknál szokásos tömegverekedés volt a pótlóra való feljutásán, 80 és a halál között vasemberként törtek előre az ülőhelyekért. Kis szegények egyébként. Komolyan mondom, nyomorúságos történet ez a metró. A sztori a Kálvin tér között villamos autó ütközött a Budi oldal felé, emiatt van dugó, ahogy János is mondtam, ezt mondtad, nem? Igen. Deáknál szokásos tömegverekedés, ezt mondtam, igen, az M1-esen a 140-es kilométer után a felüljáró túlsó oldalán nem látható feléről vigyázom mindenki, mert hátulról mérik a határ felé haladókat, Nighty Zoli küldte nekünk. Erdély Györgyfalva is hallgat benneteket. Morning Show, a király, nagy már nagyon hiányoztatok, küldte nekünk Normi. Normikát, drága vagy, köszönjük szépen. És tényleg helyreállt a világrendje, mert ami drága, Szújó Zolink írt nekünk, hát remélem, hogy nem okozok neki nagyobb galibát a munkahelyén. Hogy csak ezért, hogy ilyen már nem ott dolgozik? Ilyen renites, beszólogatos műsorokat hallgat, mint a miénk, de írt, hogy tetszett neki a téma, a reggeli téma, amit nem sokára ismétlünk, igen. A jövőben mondd azt, hogy ez Zoltán nagykorú. Igen, nem ő nem hallgatta. Igen. Radó Péter oktatáskutatóval beszélgettünk hét után, hát megdöbbentő dolgokat mondott a magyar oktatás helyzetéről, nem sokára mutatjuk újra. Érdemes egyébként szülőként meghallgatni, és hát szorongani velünk együtt, mert amit ő elmondott, az a sötét jövő, ami a következő 15-20 évet érinti. Ha már itt a sötét múlt volt a jellemző a közoktatásra az elmúlt 5-8 évben, és legyarulták azt a maradék értéket is, ami volt, hát nem vár jó. Szép jövőkép a gyermekeinkre, ha csak nem tudod valami olyan iskolába iratni, és hát legyünk őszinték, a magyar lakosság nagy része nem teheti azt meg, hogy válogat az iskolák között, odaadja be a helyi iskolába, aztán imádkozik, hogy a gyerek ne legyen funkcionálisan analfabéta. Hát a szülői felelősség talán még az azzal tud. Nem tud a szülő, ha van nem tud. Hát semmi. Ha egy iskola van abban a körzetben, és nem akarsz 3-4 órát utazni egy másikba, hát igen, akkor oda tudod beadni. Szóval szörnyű. Na, mutatjuk majd 3-4-10-kor az ismétlésben, hogy miről volt szó. Én szerettem ezt a témát, hát megdöbbentő. Megdöbbentő az állapot. Jön a karácsony, viszont nyilván mindenki észrevette, mi a... Isten, szerezzek be az asszonynak típusú kérdés, már szerintem mindenkiben benne van. Elkezdtem nyomozni, hogy mit vesz a magyar. Mondom nektek, a magyar háztartások egyharmada, most figyeljetek, ott tart, hogy 25 ezer forint a pénzösszeg, körülbelül ennyit tudnak költeni, 25 ezer forint alatti mobiltelefon a menő ajándék ma Magyarországon. Hogy semmi ötlet nincs benne, én azt érzem, tehát, hogy nem, és nem az árral van baj, mert nyilván ennyit tudsz költeni. Mert azzal az egész világot ott adod, Feri.
mobillal? Hogy fölhívhatja például New Yorkot? De most, hogyha nincsen valakinek mobiltelefonja, akkor hogy fogja letölteni a rádió egy applikációt? Úristen, mindjárt elhányom. Nem rossz. Nem rossz egyébként. Jézus Atya, úristen. A dolog, hogy még mindig itt tartunk, meg ment tovább is a kutatás, műszaki cikkekben gondolkozik továbbra is a magyar ember. Háztartási kisgép, figyelj, vasaló áll a mobiltelefon után a második helyen. Ezt adjuk. Igen. Szerintem. Igen. A magyar emberek közül az egy harmad, az úgy kezd, hogy mobiltelefon, ha az van az asszonynak, akkor vasalót kap. Egy nő lennék, és kapnék egy vasalót, engem rohadtul rosszul esne. Tehát én megsértődnék. Nekem nem esne jól, hát egyáltalán nem személyes. Jó, de mit voltak ki ebből a nők? Gyűrött az ingem? Gyűrött a blúzom? Hát vagy a tiéd, és vagy azért adsz neki vasalót, hogy vassalja ki rendesen. Hát mikro kenyérpirító, ez a sorrend. Telefon, vasaló, mikro kenyérpirító. Ez ugye mind belefér a 25 ezer fontos kategóriába, de hogy mondjuk szerintem 25 ezerből azért lehetne jobbat venni. De most egyébként meg mit? Szóval, hogy érted, 10 évente lenne karácsony, értem, így vegyünk jobbat, de minden évben meg kell birkozni ezzel a mi a felét vegyek történettel. Hát azért lehet egy picit kreatívabb is az ember. A feléknél volt pár éve ez a nagyon helyes ötlet, csak elből nem veszek át tőlük semmit, hogy ne értékeljen fel ezzel. Hogy, inkább rúgsz egyet. Inkább rúgok beléd egyet. Nem, hogy volt például ez a fotóalbum, hogy amit ő minden évben karácsonykra elkészített a család számára, amiben a közösen készült, na tessék. Hát, de nem de minden évben tök unalmas. De nem, mert minden évben unalmas. A nőnek a gyerekek, új élmények vannak, szerintem ez tök jó. Átküldök egy 30-40 képet, bedobod nekem is, amikor mész? Hát persze, megcsinálom. Simán. És az mondjuk kijön érted 3-5 ezer forintból. És két-három olyat, amin a gyerekek is rajta vannak. Nem, de ti tudjátok egyébként, hogy minek örülne a párotok? Tehát nektek már ott van szívetek egyik rejtett zugába? Még egy szelebnek, hogy 6 hétig ne legyek otthon. Beszélj a Kolosi. De annak te is örülnél. Most komolyan kérdezem, tehát hogy nálatok megy ez a nyomozás? Vagy legyünk őszintén, én rohadtul szenvedek. Szóval, hogy én tökre benne lennék abban, hogy csak valami apróságot tegyünk egymásnak, aztán ezt mindig túllépjük, de hogy sokszor nekem egyébként egy kínszenvedés. Tehát mióta gyerekek vannak, azóta legalább azt mondjuk, hogy mi a gyerekekre koncentrálunk. Aha. De nem mindig, mert általában megveszik saját magunknak. Érzem ezt, a mi a gyerekekre koncentrálunk. Most ezt őszintén mondom. Hát én nem is nagyon ajándékoztok, úgyhogy nálatok ez nem, de ez nem egy kulcs kérdés. Így van. De most nálunk egy kohéz életszervény. Senki nem kap semmit a másiktól. Jó, de ti 30 éve így nyomjátok, hatalmas az összhang. Nem tudom, hogy nem nektek van igazatok. Figyelj, hogyha odafigyel rád folyamatosan évközben is a párod, mi nagyon kevés ajándékot szoktunk a másiknak venni, de ha Móniról van szó, akkor bennem mindig bízhatok abból a szempontból, hogy ő mindig olyat vesz nekem, amire tényleg szükségem van. Valahogy szenzitív egészében odafigyel, és az ilyen apró elejtett, apró cseplő jelekből, félmondatokból, stb. Ő már ezt kitalálja, szépen elraktározza magával, és ha azt áprilisban mondtam, vagy augusztus közepén, akkor is azt ő szépen észben tartja, és decemberben megkapja. Látod, Móni, de erre a nőknek jó érzéke, a gyerekek ez a pasikban nincs meg, mert vagy nagyon kevésben. Mert nem figyelsz a Vikire. Nem, lehet, hogy nem figyelek. Mondjuk most már kitaláltam, hogy mit veszek neki. Most megvan. Na? Ja, nem mondd el, mert hallgatja. Na, adok pénzt a Lacinak, majd el is megy megvenni. Nyitott végre egy butikót. Nem összekeversz valakivel, az nem én vagyok. Aki a párjának butikot nyit. Van ilyen is, de ott még nem tartok igazából. Gyémánboltot. Nem tudom most, hogy kitaláltam valamit, de az is tök közhelyes egyébként. Most mi a lényeg, hogy közhelyes legyen, de örüljön, hogy ne legyen közhelyes, de ne használja. Hát akkor már én áldozok a praktikum oltárán. Hát akkor legyen közhelyes, de tudom, hogy használni fogja. Borzsaporszívó. Igen. Hagy élményen ki. Nincs valami vágya valahova eljön. Egy új felmosóvödör és egy domestos. Hogy még jobban csillogjon a padló. Nem szeretem, ha van egy kis por a padlón. Élményt adja? Igen, valami. Nincs valami, amit nagyon szeretne kipróbálni, ahova nagyon szeretne elmenni. Vagy már mindent kilőttél. Tehát, hogy van egy ilyen álma, hogy ő tandemugrás. Nyilván nincs a Vikinek, tudom. De most mondtam valamit, érted? Egyet. Vagy az, hogy ő bemehessen a nem tudom hova. A budai várba, a királyi palotába. A budai várba. Ő nem politikus, nem akar fölmenni a budai várba. Ott már nagyon nem tudsz hova menni, mert mindent kisajátítottak. Hát gondolkozom, de mondom, most jó vagyok szerintem. Most annyira átitatott a karácsony szelleme, hogy most én így elkezdtem lélekben már összegyűjteni az ajándékokat. Vikinek is kitaláltam. De például ő nagyon jó érzékkel vesz nekem dolgokat. Én halálosan fantáziátlan vagyok. Tehát én egyszer nem hallom meg ezeket az elejtett félmondatokat. Soha. Bárhogy hiabálja a lakásban. Naponta többször is hagyja a centliket. Az ablak. Ki azt mondja, hogy már megint? Nem, most fáradt vagyok. Azt mindig meghallom, és akkor begurulok a sarokba. De például, Anna, te tudod? Te, mint nő, gyere már egy picit. Tehát, hogy
Csak hogy mi próbáljunk arra ráérezni, hogy hogyan jár a nők agya. Figyelj, 15 ajándéka van a Péternek, fogadjunk. Hogy jár a nők agya? Te már ilyenkor ezt elhinted? Mert a pasit figyeli? Figyeli, de én nem mosintam el. Ő figyel rám évközben. Tényleg? És én is mindig olyanokat kapok tőle. Hát igen, igen. De akkor bennem hiányosság van, én úgy érzem. De ezt tudjuk pótolni, majd átveszem veled. Igen? Igen, mert benned a jó szándék megvan, tehát te azért én úgy látom, hogy igen. Tudunk igen, olyat csinálni, hogy kifagatod a Vikit, én odaadom neked borítékba, és akkor beszerzed? Persze, abszolút, megoldjuk. Megúszott kicsi. Vikihez vannak ötleteim. Van, Viki, ó, könnyű, halálosan fantáziátlan vagyok. Tehát én ezt beismerem, nekem ez sokszor nyűg. Tehát születésnap, karácsony, mindig rettenetesen szorongok. Jó, mondjuk ebből a szempontból annáig se nagyon extrák, ők se túl fantáziadúsak, mert Peti minden évben ugyanazt a műbőr mexikai pankrától áracot kéri címzáros szájjal. Persze, így van, lakbőrcsizmával, így van, igen, igen. És neked most megvan, hogy minek örülni? Tehát csak a nő minek örül? Élményeknek, amit a Feri mondott. Igen, igen, ez élményeknek. Ez a kézkrém, arckrém. Hát ez nem ezek nem. Tárgyak, élményeknek. Uh-huh. Tehát olyan dolgoknak, ami azt mondom, hogy az ember, az igazi ajándék olyan, amit Álmosban, különben nem mi? Vennél meg magadnak. Meg aminek mind a ketten örültök. Igen, nem? Igen. Új mellek. Na, kész. Köszönöm szépen. Figyeljetek, szigorúan részletre. Ha ezt nézd, hogyha valaki tényleg szeretné, akkor az a nincsen baj. Tehát ha tudnánk egyébként, hogy az országban hányan vásárolnak, vagy vesznek, vagy ajándékoznak, mindjárt fogalmazunk így, mert így egy kicsit így romantikusabb, a párjuknak meglepődnénk szerintem. Az igen, igen, mi exkluzív mondjuk, szóval ez nem két fillér. Párakról beszélünk, és nem pedig darabokról, akkor. Igen, egyik karácsonykor az egyiket, másik karácsonykor a másikat. Szegény az eklézsia. Ugye? Hogy hívjam őket? Karácsony és új év. De tényleg, szóval van utazástól elkezdve mindenféle masszázsokon át, annyira jók szoboszló. Szerintem. Egy jó masszőr. És új fürdőbérlet. Persze, nem, zalakaros. Figyelj, segíts már egy kicsit, hogy kifaggatod a Vikit tényleg. Jó, jó. Oké, segít. Beszélgetsz vele, hogy minek örülne, vagy van-e valami a fejében, és akkor megírod nekem. De te nem vagy, te rajta vagy ezen a... Én azt látom, hogy te szétforgácsolod magad. Neked túl sok az ötleted. Én nagyon sokat forgácsolom magam. Én tudom. Néha a feleségem is rám nyit. Tényleg, szóval hidd el. Én látom benned a jó szándékot. Jó úton vagy, nincs késő, hetedike van. Nem, most mondom, most egyébként most idén jó vagyok. Én idén jó vagyok. Veszek neki egy olyan dolgot, amit szerintem egyáltalán nem fog használni, de én úgy adom. De én úgy adom. Egyébként én meg viszont baromira vágyom. Tudnál erről mesélni, igen? Ez egy szép erősítő karácsonyra. Egy jó gitárnak mindig örül az asszony, viccel. Én minimum a karácsony ajándékot így kell venni. Te boldogságod, az ő boldogsága. Így van, így van. Annak, hogy nekivetted, aztán használtad. Tulajdonképpen én ennek a szellemében megyek. Na jól van. Egyébként most valahogy nem vagyok annyira rosszul ettől a karácsonytól, mint máskor. Én most valahogy így kedvem van vásárolni, karácsonyi vásárolni, menni, ott nem vásárolok semmit, nagy lehúzás, járni a város. Tehát ezt most úgy szeretem. Elengedtek minket, hosszú Szabir? Megkérdezted? Nem tudom. Olyan, akkor mindig vidább szoktál lenni. Valahogy mindig. Szabadul. Idén, vagy sok évig mindig, mert valami megölte a karácsonyt, de most így úgy érzem, hogy így átitatott az ünnep. Nézd, a legnagyobb ajándék már megvan. Micsoda? Hozott egy frekvenciát. Jézuska azért nem, oda a tette magát. Azt nem a Jézuska. Na most mondod el, hogy a Mikulás ezt aztán. Jézuska mit fog? Na Jézuson, de ki a Jézuska az országban? Mert tudom, ki a Mikulás. De ki a Jézuska? Kit hívunk Jézuskának? Tehát azért mondjátok akkor meg, hogy kitől mit kell kérni. Na jó, drága hallgatók, mindjárt elmegyünk egy picit szünetelni, aztán játszunk egy jó kis ármosugrást, úgyhogy még nem késő egyébként SMS-be jelentkezni. Jó? És ha jövünk vissza, akkor azonnal le is játszunk. Csak mondom, hát ha még nem teljesen egyértelmű, 0-20-30-70... 301! 11-11. Jézus, sose fog összeállni. Isten, igen, sose kőpapír ollóz 250 évesen, mert ez lesz a végeredmény. Azt mondja, hogy én hajvasalott hajszárított parfümt, amit szeret, ezt vettem karácsonyra, Kriszpi írta nekünk. Minden nő imádja, ha masszírozzák őket, vegyetek masszás krémeket, olajokat, imádni fogják. Most kicsit mindenki úgy ad nekünk tanácsot, hogy azt írja, amit ő szívesen kapna. Igen, nem? Igen, tehát ez rajtunk keresztül a párjának. Keresztül. Minden nő imádja, ha masszírozzák. Én például nem szeretem. Srácok, azt mondja, hogy igen, az én párom az egérútnak örül általában, ez Perec küldte. Perec küldte nekünk, igen. Sajnos az a baj,
hogy a 25 ezer alatti telefonokkal semmilyen rádiós appot nem lehet letölteni, épp most fikáztatok le mindent, ami nem Apple vagy iPhone. Boldog ünnepeket nem fikáztuk le, mi csak azt mondtuk, hogy ez valahol egyébként szomorú, hogy ez van a lista élén, hogy az emberek azt gondolják, hogy a telefon, mint személyes ajándék, ezt kell venni a másiknak. Lehet 25 ezer is jó telefon, csak 2 éves hűség nyilatkozattal, illetve előfizetéssel. Igen. Végre hallhatlak benneteket, a gyermek benyalt egy jóféle kalici vírust, így a melóhelyel ellentétben itthon van wifi, tudlak benneteket hallgatni. Igen. Azt mondja, ha lesz rá idő, Léci, beszéltek arról is, hogy a fiatalabb generációnak mit kell venni 20-25 éveseknél, mert fogalmam nincs, hogy mit vegyek a csajszínak, ezt Laca küldte. Hú! De rég volt már, én nem is emlékszem, hogy a 25 éves barátnőmnek mit vettem. Már nem úgy, hogy a feleségem mellett, hanem hogy... Igen. Még a 20 éves előtt. Igen. Olyan régen volt. Egy cuki kis felsőt, annak mindig örülnek. 20-25 éves, most mit vennék, a 25 éves lenni? Hát de más volt. Ehető alsó. Nekem volt ilyen, hogy lehető tanga volt. Annyira. De az rajta volt. Persze. És kamionsofőrök zabáltak le rólam valahol a 7-es mellett. Mindig, amikor stoppoltam. Abdult és Alit soha nem felejtem. Igen, a két török kamionos nagyon finoman lezabálta rólam. Mindig így vettek föl, hogy mondtam, hogy ehető tangán van, és ezt meg is mutattam. Csak úgy hittak minket az Anna-hegyi trió. Azok voltunk. Na jó, elmegyünk egy picit, jó? Meg kinyílt az ablak. Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Fél tíz múlt, pontosan 6 perccel, hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, SMS számunk 06, mindegy. A 3, 111. 11-11. Két öreg, hogy próbál kapasz. Hogy? 111. 1. Látod? 111. Odaadjam az okulárédat? Jó? Rajta már lózni. Baromi egyszerű. Sőt, az sem. M3-as enyhén ködös, de jól járható LSZ Pisti küldte nekünk. Dunai Haraszti hévátjárónál nem jó a lámpa, figyelje mindenki. Debrecen Nyíregyháza között van egy trafink, mínusz 7 van, dolgozzatok az országos lefedettségen. Galaxis Gabi küldte nekünk. Gönyünk befagy a seggünk, mínusz 5 fok van, jó, hogy vagytok. Pitty ezt küldte. Az M5-ös Kecskemét felülhatóságmentes, jól járható, vigyázom mindenki. Valamint az Árpád híd Budáról Pestre, hol elesik, hol feltámad, de a dagály lejárójánál teljesen beáll. Én. De ezt bírom. Ő elküldte, hogy én. Nagyon jó. Az M3-os metró helyett a Deák Ferenc tér és az Árpád híd között pótlóbusz közlekedik egy jármű meghibásodása miatt. Köszönjük szépen. Befejeződött a helyszínel és a múzeum körülön a Bródi Sándor utcánál a 47-es és a 49-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Köszönjük a türelmet. Na, mi pedig játszunk, már itt is van a hallgató. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia, jó reggelt, hogy hívnak? Krisztián vagyok, Krisztián. Krisztián, honnan hívtál minket, Krisztián, hello? Budapestről. Budapestről? Régi hallgató vagy, Krisztián, vagy új? Régi, régi. Már a klaszt is hallgattam, úgyhogy már több mint 7 éve már, még a Danubius végén is még hallgattalak titeket. Na, hát akkor valóban, mondhatni, hogy valóban régi hallgató vagy. Milyenek a kérdések, Jánosová? Könnyű. Könnyű? Jaj, annyit kérhetnék, hogy legyen könnyű, mert ezen múlik a kari ajándékom a nejemnek. Ja, hogy ez lesz az ajándék? Mi az ajándék, csomag lesz az ajándék? Mondd, hogy nem. Nem, igazából csak a bögre. Csak a bögre? Ja, hogy nem is... Az lesz a karácsonyi ajándék? Ez a legegyszerűbb. Jó, de az egész csomagot oda se adod. Mi kell neked is belőle? Csak a bögrét. Óriási vagy. Valamit ez áldozál a helyedre. Nem, azért megvan már neki az ajándék. De fura egyébként, hogy ez a bögre nem csak neked jutott az eszembe, meg nekem. Legalább írd rá, hogy boldog karácsony, vagy sok szeretettel. Vagy nem, hát én arra gondoltam, hogy ti aláírjátok, aztán annyi elég. Fie, örül neki, meg szépen lassan összejön. Egyébként nálunk is otthon egy készlet. Van már Rádió DJ és Danubiusos Class FM, most egy Rádió 1-es, érted? Szépen mind a fölbuk. Na figyelj, mehetünk? Mehet, persze. Így szól az első kérdés, figyelj. Melyik kontinensen őshonos a koala? Ausztrália. Ausztrália, így van, de jó van, gyerekek. Hát itt most orgia van. Ez a hármasugrás, amikor mindent lehet nyomkodni. Menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Melyik akciófilm betétdala volt a You Could Be Mine című Guns N' Roses sláger? Terminátor. Így van. Meg kell is jó. Várják, közben tovább mentünk. Mit mondtál? Terminátor második része. A Terminátor második része, így van. Ez a You Could Be Mine, Guns N' Roses. Hallottad, hogy jön a Guns N' Roses Európába? Hallottam. Hallottad. Jönnek egyébként. Igen, és azt is, hogy nagyon-nagyon hajtasz egy jegyetre. Már meg vagyok. Már meg vagyok. Akkor is.
Vinnem kell majd látcsövet, hogy lássam őket, de úgy néz ki, hogy Bécsben ott leszünk. Valami kakasülő, valami kakas, olyan messze lesz a színpad, hogy azt el nem tudom mondani. Na mi legyen a harmadik kérdéssel? Mi van meg eddig, Jani? Azt mondja, hogy eddig megvan egy passztartó, egy póló, és most jött a bögre. Hú, nehéz a harmadik. Hiszen annyira a bögre a legnehezebb a három közül. Annyira nem. Hát jó. Na jó, de akkor mit tesz az asszonynak karácsonyra, ha nincs bögre? Hát ez az. Szerintem menj neki. Menjünk? Hát ha most megállnék, nem lehetne bútolni, hogy csak a bögre és a többi nem? Bútolni nem. Figyelj, nem, hát menj neki, ha elbukod, akkor elbuktad. De én szerintem annyira nem nehéz egyébként. Művelt vagy? Hát... Mondd, hogy nem, annyira jó fej lennél. Ja, nem baj, csak akkor azt mondom, hogy állj meg. A klasszikus műveltségre bazírozó kérdés, ha lehet így mondani. Hát, nem tudom. Menj neki! Menjek? Azt mondom. Mennyi, persze. Na. Ha elbukom, megkapom a bögrét. Nem kapod meg. Ne alkudozz meg, csináld meg. Csináljad meg. Jó, menjünk neki. Na figyelj, így szól. Melyik világszerte használt eszköz feltalálója Bíró László? Jézusom. Bíró László feltalált egy eszközt, azóta ezt mindenki használja. Itt is van az asztalon egyébként belőle. Igen. Keverőpult. Egy mikrofon. Na, Bíró László, kicsi, egyszerű. Egyszerű eszközre gondol. Ráadásul az angol elnevezés ennek a tárgynak megfelel az úr nevével. Igen. Na gyorsan, mert lejár az idő. Már nem a jó istenével, hanem Bíró. Na mit talált fel? Használjuk, minden nap használjuk, kicsi, apró, a kezünkben van. Ennél többet nem tudok segíteni, hogy meglegyen a karjai. Mit csinálunk? Valamit csinálunk vele. A kezünkben fogjuk, na, és hát, most már tényleg megmondtam az egészet. Komolyan mondom, hogy begolyózok, ha ezt nem tudod. Hát pedig... Na, akkor mégiscsak költeni kell karácsonynak. Na jó, nem tudunk. Nem tudunk tovább várni. Nem, tényleg. Figyelj, ez a golyóstól volt. Basszus. Na? Bíron. Kérem? Ahogy a franciák mondja, Bíron. És az angolok? Byron. Így van. Van élő kapcsolásunk? Nincs. Akkor nyomhatjuk a Moom szoftvert, jó? Mert ha van, akkor le kellett volna. Vegyük le, jó? A képet, hogy ne lássák a Moom szoftvert. Jó, nincsen kép. Amúgy okay. Sem látlak titeket, úgyhogy... Jó, de rajta kívül még azért vannak páram. Menjünk gyorsan, ja. Boomozzunk egyet? Persze, próbáljuk meg. Jó, figyelj, indítjuk a Moom szoftvert, oké? Okay. Szóljál, lőjünk. Jó. A mindenségét neki, figyelj. De szép. De szép macska vagy, Sanyi. Hoppácska. Na. Fújd el a füstöt, mert nem látom. Isten elvitte az új teraszt a várba. Nem baj, azt újraépítjük gyorsan, van rá pénz. Hová költözik a főnök, gyerekek? Fölrobbant a vár. Nálam nem jelez. Nálam se. Se. Anna? Nem jelez. Nem. Egyetlen reményünk. Krisztián, úgy néz ki, hogy egyelőre költeni kell a csajodra. Nem lesz meg a bögre. Jó. Jó? Jó, azért örülök, hogy játszottunk. Mi is örültünk neked. Vigasszoljon a tudat, hogy nem volt túlságosan nehéz kérdés, amit elbuktál. Jó? Jó. Köszi. Ciao. Hello. Na jól van, oké, mutatjuk már is akkor, hogy mi történt velünk ma reggel. Gyerekek, egy nagyon tanulságos beszélgetést szeretnék nektek mutatni. Ugye nyilván sok szülő aggódva olvasta, hogy soha nem sikerült még ennyire rosszul a magyar diákok PISA tesztje. Az eddigi leggyengébb 3 évvel ezelőtti adatokat is alulmúlták szövegértésből, természettudományból, matematikából. És... Hát szomorú kép, amit fest ez a PISA teszt, és szomorú, sötét jövőt mutat, hogy mi vár gyermekeinkre, és az elkövetkezendő generációra, akik majd ugye próbálják megállni a helyüket a munkaerőpiacon. És felhívtunk egy oktatáskutatót, Radó Pétert egyrésztről, hogy értékelje nekünk ezt a tesztet, 2 számszerűsítse, 3 mondja el, hogy tényleg, ha ilyen gyatra az, amit a magyar diákok írnak, és ennyire sereghajtók vagyunk, akkor milyen kép vár ránk 10-20 év múlva, hát elkeserítő dolgokat mondott. Igen. Van okunk aggodalom. A gyerekek. Egyszerűsítettem majd a kérdéseket a 3-as oktatásnak. Igen, ami az elmúlt 6-8 évben a közoktatás szintjén zajlott, és amennyire szétzúzták az egészet, ennek a kárvalótjai leginkább azon gyerekek, akik egyébként a mi gyerekeink is iskolába járnak, és hát gyatra eredményeket produkálnak. Úgyhogy megmutatjuk ezt a beszélgetést Radó Péter oktatáskutatóval, ez volt az egyik része a ma reggelnek, illetve Kardos Szabolcs is vendégünk volt, aki megírta az Airport Hungary könyvet, stewardessekről, pilótákról, idegesítő utasokról, földi kiszolgáló személyzetről, és birkagyilkosokról is hallottunk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 perc van pontosan 10 óra.
Hello! Hello, sziasztok! Hello. Na, jó van. 3-111! Ja. Nulla, mindegy. 3-111-111 ez esetben. Fönn van a weboldalon. Fönn van a weboldalon, nézzétek, még így van. Szerettem ezt a beszélgetést, ugyanakkor nagyon kétségbejtő a helyzet, de... Hát észnél kell lenni az iskola választásán, amennyiben az ember olyan helyzetben vagy tud észnél lenni. Nem igen, tudsz igen. Egy iskolát venni. Mondom, hogy ma reggel mindig összekevertek valakivel, gyerek. Ugye? Jövő ilyenkor már tud. Én ez most még nem biztos, hogy fog menni, de jövőre már jön. Na, hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, ha mondja, hogy reggeli show, vagy morning show, vagy bárhogy is hívjanak bennünket, akkor nyugodtan kap egy ajándékcsomagot, illetve egyébként is kapna nyugodtan, csak ha nem mondja, akkor viszont nem kap. Na, ezt most jól megmondtam. Se nyugodtan, se na. Mindjárt megnézzük, hogy kicsöng én. Tudu-tudu. Isten. Tudu-tudu. Hogy csöng ez? Nagyon fura. Digit. Reggeli show. Igen, bizony! Jó vagy! Jó reggel! Szia! Viki, hello Viki! Viki, hol hallgatsz minket? Budapesten. Azt hittem, nekünk teljesítettem a mai küldetést, szereztem plusz egy hallgatót, kollégám nem tudta, hogy visszatértetek, így hírnek vittem, így már együtt hallgatunk titeket a munkahelyen. Nagyon jó újra együtt vihogni veletek, bárcsak én lehetnék a naphallgatója. Látod, Viki, hát így teljesüljön minden kívánságot. Szuper, egyébként ez szuper, és a kollégám is hallgatja, úgyhogy szerintem most bent nem, most megint vihog magába. De jó, mit dolgoztok, mit csináltok, Viki? Egyik telekommunikációs cégnél back office-okodunk. Back office. Ja, szóltak a főnöknek, hirdessen nálunk, újra itt vagyunk. Igen, úgyhogy én hirdettem, figyeljetek, rajtam nem múlik. Jó, helyes, hirdess bennünket. Hirdess bennünket. Mivel foglalkoztak? Az NMHH-nál teket monitorozzuk. Igen. Ma különösen jó a műsor, 5.600.000-nél vagyunk. Már fel van adva Bali cégére 2 check. Hamarosan karácsonyra érkezik, tegye be a fal az NMHH-tól. Visszajött az ülői 102-ből az elő, de már tudjuk az újat. Nem, semmi ilyesmi. Mi szeretünk titeket. Na, de drágák vagytok. A munkájukat végzik. Igen, ők is szerettek minket, csak parancsra cselekedtek. Van ez így, amikor bizonyos parancsokat végre kell hajtani. Figyelj, Vikik, van egy szép ajándékcsomagod, egy Rádió 1-es ajándékcsomag, úgyhogy ezt küldjük neked postán, szerintem nem sokára meg is kapod, jó? Hú, szuper, alig várom. Köszi szépen, már szuper napom lett ettől. Mindenkinek mit hírjul, hogy itt vagyunk. Add tovább, ő adja tovább, mindenki adja tovább. Szájról szájra kell újra terjeszkednünk. Mi nagyon szeretjük ezt az élethelyzetet. Nagyországos után újra elindulunk, kicsit kisebben, és majd szépen növekszünk. Tök jó újra, olyan, mint előről kezdenek rádiózni. Igen, ezt elhiszem. Puszi, Viki, hallgass bennünket holnap is. Oké, köszi. Ciao, puszi, hello. Hová merült el szép szemed világa? Azt hiszem, hogy szemben van velünk egy adótorony, és úgy látom, hogy az adótoronynak a tetején egy parabola antennával az ügyvezető igazgatónk egyensúlyozik. Új frekvenciát után néz. Gyerekek, nekem mindegy, hogy lesz, csak legyünk. Csak legyünk sok helyen. Jól van, na, köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok. Jó? Nagyon szívesen. Nem, holnap. Még kettő van. Úgyhogy még elmondhatod gyorsan, hogy van egy kamu Facebook oldalunk, csak röviden. Képzeljétek el, hogy van egy kamu Facebook oldalunk. Sziasztok, holnap. Nem nekünk van. A szerkesztőink jelezték nekünk, hogy valakik már rárepültek megint arra a nagy-nagy lehetőségre, hogy létrehozhatnak egy olyan oldalt, ami olyan, mintha mit csinálnánk. De nem mit csináljuk. Hogyha felmentek a Facebookra és beírjátok azt, hogy reggeli show a morning show sztárjaival, akkor oda tudtok kattintani egy olyan oldalra, amit több mint 400 000 követnek. Viszont van egy reggeli show néven működő oldal is, akik úgy csinálnak, mintha mi lennénk, átveszik a posztjainkat, játékokat hirdetnek, a nevünkben kinyilatkoztatnak, válaszolgatnak az oldalt lájkolóknak, de semmi közünk nincsen hozzájuk. Végtelenül pofátlan az, amit csinálnak. Hát tényleg felháborító. Hát, több mint 2000-en, és ez nekünk 2000 hallgatót jelent, 2000 megtévesztett hallgatót, akiknek azt hazudják, hogy mi állunk az oldal mögött, de ez nem igaz. A mi hivatalos oldalunknak a címe reggeli show, a morning show sztárjaiban. De ezt ugyanúgy leírhatják, tehát hogy hát, most mit csinál, igen, csak ezt 400 000 követik. Igen. Tehát meg... ha 2000-es, akkor az felejtsd el. Igen, csak én azon gondolkozom, hogy most nem akarom őket megvédeni, de ezt csinálták az én oldalammal, tehát ezt csinálják a te oldaladdal, mindenhol, csak azt mondom, hogy aki hülye és nem veszi észre, hogy 2000-en vagyunk, most tudunk, és egyébként a rádió egy oldalán vannak 400 000, azzal nem nagyon egy tudsz mit szám, csinálni. Egyes szám első személyről írogatnak, láttam. Így van, igen. Így van. Telehelyesírási hibával. Az nagy döbbenes. Rosszabbul írnak el sem, mint én. Pedig azért követek el bűncselekményeket. Én is. Kazinci ellen a Facebook oldalamon. Már írogatják is, hogy biztos Balázs csinálja az oldalt. De most komolyan, nem arról van szó egyébként,
alapvetően, hogy mi most hülyde ki vagyunk kelve, miatt nekünk, ezzel az egésszel az a legnagyobb problémánk, hogy hazudnak a hallgatóinknak, és átverik őket. Hazudnak éjjel-nappal. Igen. Köcsög az már. Jusson holnapra is. Na jó van, 2 perc van, pontosan 10 óra, holnap reggel 6 órakor érkezünk. Vigyázzatok magatokra, keresetek Facebookon. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, ciao, hello.